Hát srácok, vágjunk bele a vicserezésbe. Az a helyzet, hogy most a Blood and Wine-t fogjuk nyomni. A második és egyben utolsó DLC-jét a Witcher 3-nak. Állítólag minden idők egyik legjobb DLC-je ez. Nekem egyébként anno, amikor játszottam, ez az, ami a legmélyebb benyomást hagyta a játékról. Ez a DLC, ez annyira szép és annyira elvarázsoló, hogy ez él az emlékeimben, hogyha a Witcher 3 szóba kerül. A játék megjelenését követő egy évre rájelent meg ez a DLC. Most már minden platformon elérhető, PS4-en, PS5-ön, Xbox One-on, Xbox Series-en, Switch-en és PC-n is. A csodás pompában tündöklő Toussaint fogjuk megismerni, ez olyan francia borvidék. Bejárni, csupa úr és hibalkuló embert fogunk megfigyelni és segíteni nekik, meg néha ártani is. Kapunk majd egy rozoga birtokot, és egy bizonyos bestiának nevezett szörnyomába eredünk, Anna Henrietta megbízása miatt. Ez a DLC, ez így akkora területet foglal magába, mint Novigrad például, úgyhogy elég nagy. Ezzel a DLC-vel kapott a UI egy baromi nagy ráncfelvarrást annó, és itt jöttek be a festhető armorok, és a Grandmaster armorok is, amivel a set bónusz is jött egyébként. Hát az elején még egy rozoga birtokot kapunk, de fejleszthető, bizony. 2,5-szer több dialógus van ebben a DLC-ben, mint a Heart of Stone-ban. A Heart of Stone egy nagyon egyedi, nagyon specifikus, nagyon egy történetre fókuszáló DLC volt. Az egy teljesen más volt ehhez képest, de nekem így utólag, most, hogy végigjátszottuk a Heart of Stone-t újra, nagyon tetszett. És sajnos, vagy nem sajnos, a Heart of Stone szerintem mindig is a Blood and Wine árnyékába lesz, noha ezt amúgy nem érdemli meg. Mert mindkettő amúgy a maga nevében fantasztikus. Úgyhogy vágjunk is bele, srácok. Elképesztő kalandok lesznek mind látványra, mind történetre. Ezt várom már azóta, amióta elkezdtük nyomni amúgy az alapjátékot, és végre megérkeztünk. Végre itt vagyunk. A DualSense Controllerhez használok-e valami programot, vagy csak Steamen van beállítva? Néhány játékkal nekem csak úgy működik, a kábellel használom. A DualSense Controller adaptív triggerrel és haptikus feedbackkel csak kábelen keresztül működik. Amúgy meg olyan, mint hogy egy PS4-es kontroller lenne. Egyébként a DualSense kontrolleremhez, az a PS4 kontrollerhez a DS4 Windows-t használtam. Utólag visszagondolva, én előbb játszottam volna a Blood and Wine-t, mint a másikat. Hát, én amiatt nem, mert a Blood and Wine-os utolsó küldetéssel kapunk egy szép pontot az egész Witcher 3 végére. De egyébként, hogyha azt nézed, hogy az egy mennyire különálló történet, lehet, hogy egyébként úgy lenne értelme, nem tudom. Előbb jelent meg a Heart of Stone, így van.
Bár mindkettő különálló történet igazából. Oda szaladunk, ahova menni kell, és mindjárt olvasom a küldetést. Ezt a küldetést is csúnyás, ennél a kiegészítőnél, ennél a DLC-nél is fel fogom olvasni a csúnya szavakat. Ez a DLC is 100%-olva lesz, és ezt a DLC-t is a modokkal fogjuk játszani. Továbbra is egyébként a varázslós buildet, tehát az Irdent fogjuk használni, és mi hamarabb rá fogunk menni a Grandmaster Armorra. Na. Ezt amúgy nagyon jó látni, bár ti most pont nem látjátok. De hogy egyetlen egy küldetés van. Egyetlen egy küldetés van, és minden tér, mint hogy minden font a térképen fel van fedezve. Akár itt, akár a többi részen. Így fogunk nekivágni. Tuszánnak. Olyan idők jártak, amikor úgy tűnt, két Geralt van. Az egyik híresség legalábbis bizonyos körökben, míg a másik megmaradt a zsoldos, aki pénzért elvégzi a piszkos munkát. Minden esetre mindkét Geralt szokatlan megbízásra bukkant, nem utolsó sorban azért, mert ez egy új kaland kezdetét jelentette. És ezt a kalandot szívesen elmesélem. A lehető leghétköznapibb módon kezdődött, egy hirdetőtáblára kitűzött felhívással velemben. A Witcher elolvasta a felhívást és elindult, hogy megnézze, mit tud még kideríteni a dologról. Már is megnyitom itt magam mellett a kis 100%-olós táblázatot, hogy minden érdekességet meg tudják nektek mutatni. Faster. Lovag urak, tessenek már békét hagyni nekünk. Nem kő nekünk segítség. Szenvedtetek eleget a fosztogatásból. Ne félj, jó ember. Gyorsan végzünk és örökre megszabadítunk titeket a latoroktól. Milton, nézd. Geralt! Személyesen. Üdv, Witcher, kerüljünk beljebb, hadd köszönthesselek, ahogy régi baráthoz illik. Te pedig ne félj, egy-kettőre véget vetünk a haramiák uralmának. Megtaláltam a hirdetményt az üzenőtáblán. Látod, Palmerin, igazam volt. A Griff fehér gyümölcsösben. Tudtam, hogy csak követni kell a legyőzőinek nyomait, és végül rábukkanunk Geraltra. Milton és Palmerin, örvendek a viszontlátásnak. Rég találkoztunk. Az öröm kölcsönös, szavamra. Bocsáss meg nekünk a körülményekért, amikor felesküdtünk a falu védelmére, az előjáró ezt a kunyhót jelölte ki szállásunknak. Esküdött rá, hogy a legjobb kunyhó a faluban. Összeakadtatok valakivel? A Redan helyőrség kivonása nyomán a magára hagyott vidékre számos csapány zúdult, de tapasztalataink szerint a haramiák mósága messze a legsúlyosabb, mint közül. Ezek a rablók hamarosan megjelennek a faluban, hogy váltságdíjat szedjenek. Miltonnal kicsit megszalasztjuk őket. Mindketten felesküdtünk az igazságtalanság és az elnyomás elleni küzdelemre. Bár hűlőség fel ocsmány fejüket, nem a te ügyed persze, de várd meg, míg végzünk, kérlek. Miután leszámolunk a martalócokkal, egy kérést kell tolmácsolnunk neked.
Ha végeztek a martalócokkal, még komiszabbak lépnek a helyükben. No point fighting bandits. Kill these and others just as bad or possibly worse will come in to fill the void. Szemet hunni a gonoszság felett, abban nincs becsület. Nem maradhattok itt megóvni ezeket az embereket a veszélytől, aminek naponta ki vannak téve. Láttam, amit láttam. Arra kértek benneteket, hogy hagyjátok békén a fosztogatókat. Jó kuk vallott rám. Geralt jól beszél, nem ismerjük sem a földet, sem népének szokásait, és nem azért vagyunk itt, hogy ezen változtassunk. Ó, hogy várom, hogy visszatérjünk Tuszánba. Ott minden sokkal egyszerűbb. Hamarosan, barátom, hamarosan. Ez át kell adnunk az üzenetet Geraltnak a hagyomány szerint. Fel a fejjel, Palmerin. Dealing with bandits for generations. Your words do little to assuage my sense of morality bruised. Erkölcsi fájdalmai vannak, és nem nyújtanak, írt a szavai Geraltnak. Csupa fül vagyok. So fess up. What brings you such a long way? A kegyelmes hercegasszony üzenetét kell tolmácsolnunk ünnepélyes keretek között, mert a hagyomány szent dolog Tuszánban. Ám legyen. Legtiszteletreméltóbb Geralt, szörnyek és egyéb ártófajzatok pusztítója, e világ vételennyeinek gyámola. Te, ki segítséged az ártatlanoktól, soha meg nem tagadod, özvegyeket és árvákat sanyarú sorsa nem hagysz, hallgass meg kérésünket! Szabadíts meg minket a szörnyetektől, mely vérnek áriát zúdítja utcáinkra, rémületet plántálva a szegények és gazdagok szívében. Segíts meg minket, Witcher! Így könyörög hozzád szerencsétlen város kegyelmes védnöke, a fenséges Anna Henrietta hercegasszony. Hívására megjelensz-e? Anna Henrietta ezt mondta, szóról szóra. Anna Henrietta really say all that? Word for word? Nos, ami azt jelenti, hogy ezt mondta. Hozzátok ide a Witchert, és nem merjétek kímélni a lovaitokat. A hercegi kamarás tette hozzá többit. Nem hivatalosan annyit tudok hozzátenni, hogy komoly utalom vár, de a részleteket ő kegyelmességével kell megbeszélned. Mit tudtok mondani a szörnyetekra? And the most polite. And now we've got all that behind us. I want to hear more about this beast. Kaptunk is érte 45 XP-t. Most assuredly, though no one has caught a good look at it as yet, our only sure witnesses. Kegyetlen és iszonytató módon gyilkolta le az áldozatait, a bestia. Some sketches drafted from descriptions given by those who claim they glimpsed the beast. A katona szerint hazudnak a szemtanúk, mert mindenki másképp látta a bestiát. Két áldozat van eddig. Földbirtokot kapunk és nem érdekel aranyat. A szörny nem hagy nyomokat. A népek szerint fekete mágia segíti. Mindkét áldozat nemes ember volt. És lesz hamarosan egy lovagi torna. Lovagi tornát mondtál? Mentioned a tourney. Why doesn't the Duchess just call it off? Simply it is too late. The guests have arrived. A vendégek már megérkeztek. A legjobb lovagok. A császár rokonai. Not just to her grace's subjects. Got it. For an aristocrat dies. At best it's a scandal. At worst. Nem akarnak diplomáciai bonyodalmat, azért van ránk nagy szükség. Próbáltatok kerepcit állítani a szörnynek? Anyone tried to hunt it? Knights errant, for example? Ha, many have tried. Csalival, lesből próbálták, de nem sikerült a kuborlovagok. A szörnyetek nem mostoban. Váratlanul támad, mint egy szellem. This is what we need, with knowledge of monsters. In short, we need you. Szörnyeteg fekete mágiával? Hogy jön össze a kettő? Az első áldozat egy lakomáról tűnt el. Csak egy nyitott ablakot láttak utána. Aztán rémült kiáltozást hallottak az utcáról, ahol megtalálták a tetemet.
A második gyilkosság körülményei hasonlóak. Lovag a szobában, szolgák a házban, őrök mindenütt a birtokon. És a főtérig cipelte a bestia, és megöltem. Senki nem látott és hallott semmit. We have no fear of creatures against which sword and shield protect, but of this beast nothing is known, save that it cannot be. Látszólag a találomra öl a bestia. Elfogadom a megbízást. I sometimes think back to all the contracts I've ever taken from sovereigns. Can't name hardly any where I came out ahead. You cannot be thinking to refuse. No, just struck by a thought. How the Duchess can sometimes be. A hercegasszony elég követelőző tud lenni. Tehát elfogadod? Kiváló! Azonnal indulnunk kell. Time is of the essence. Tutusan! Ja, így van. Néhány nappal később, Tuszán hercegség. Na ez, srácok. Ez brutál jó. Tuszán a bor és a szerelem országa. Pontosan így emlékszem én is. Na ez brutál jó, ahogy így bemutatja a vidéket. Beauclair eléggé megváltozott az elmúlt években. Nézz körül, ha alkalmad nyílik, és megtapasztalod. Nekem mindig olyan, mint egy megelevenedett mese. Kobollovagok, tündérpaloták. Arra célzol, hogy valahogy furcsák vagyunk? Bebizonyítom, hogy tévedsz. A game úgy segéljen. Dolgok és történések. Ez szaturáció 200%, igen. Szegény ló. Mi? Már én vagyok? Góliát! Egy mindenkiért, mindenki egyért! Mi van, Góliát? Mi van veled? Semmi? Akkor jó. Hatalmas dög. Nem jó ötlet egyedül szembeszállni velem. A szerelem nem bölcsességből fogan, Witcher. Na ki velem? Melyik szép hölgy inspirálta fogadalmadat, hogy elpusztítod a dögöt? A legszebb mind közül. Ha titokba akarja tartani hölgye nevét, nem kell felfednie. Téged nem ismerlek, uram, és nem látszol lovagnak, de milyen hálás vagyok, sőt, leköteleztél segítségeddel. E trófea uram a tiéd? Hogy került ide ez az óriás? Nem szokványos. Ez nem átlagos óriás. Góliátnak hívták. Azt beszélik, valaha lovag volt, de megszegte esküjét. A tóhölgye büntetésül vad óriássá változtatta és száműzte Gorgon dombjai közé. És visszajött onnét. Miért? Góliát évente többször is lekergette a síkságra az éjség. Sok pásztort megölt és felfalt.
Guillaume vadászata nem egy célt szolgált. Akárhogy is ez a történet nem efféle helyre való. Hát a Blood and Wine az bizony Blood and Wine, bizony. Jó. Szívesen elfogadom, derekasan küzdöttél az óriással. Talán akad valaki, aki megveszi. Küzdöttél már szörnyek ellen? Sosem, Tuszánban gyakoriabbak a haramiek, de megesküdtem szívem hölgyének, hogy elviszem neki egy szörnyetek fejét, ahogyan az óriás ölőként elhíresült Gottfried tettem. A szörnyetek nem akar, szörnyeteket nem akarod hajszolni, remélem. Azt jobb Geráltra hagyni. Más kihívás vár rám, és a Gerált a szörnyetek miatt jött, jó tudnia, hogy ismét lecsapott, azt hiszem. A folyó egy holttestet vetett a partra, a kanyarodban a Baziliszkusznál. A gárdisták már ott vannak. Biztosítják a területet, akkor siessünk előbb oda, mielőtt még az összes lábnyomot és bizonyítékot tönkretennénk. Ő előre lovagol, hogy megérkeztünk. Ó, igen. Big money. Így van, hát akkor siessünk oda, de gyorsan még Góliátot kilótoljuk. Mert a gyerek ez a Guillaume. A Blood and Wine kiegészítőben további Witcher mutációkon esetsz át, hogy új képességeket szerez. Hamarosan belebotlasz egy kengyelfutóba, aki roppant érdekes levelet hoz. Olvasd el és járj utána Moro professzor históriájának, hogy további ismereteket szerez a mutációkról, mutációkról. Azt beszélik él Tuszánban egy mesterkovács, aki utolérhetetlen minőségű Witcher páncélöltözeteket készít. Mi több? Azért is speciális bónuszokat kapsz, ha némelyik, vagy az összes darabját viseled. Ezen rendkívül öltözeteknek. Nem bánod meg, ha kiaknázod ezeket az új lehetőségeket. Ezt mi hamarabb begyűjtjük, srácok. Faster. Képtelen vagyok megszokni a lovagi beszédeteket. Köti őket a hagyomány, a kóbor lovagokat. Take it easy. No one here. Nincs itt senki, a holttestet nyilván elvitték már. Nézzünk körül azért, hát ha valami elkerülte a figyelmünket. Na először is, mivel ez már a Toussaint szörnyetegek küldetés. Vissza kell menjek eddig a borfölde követeihez. Na, Holloway-ben a Witcher két sok-sok évvel korábbi baráttal futott össze, Palmerinnel és Miltonnal, akik uralkodó hercegasszonyuk küldötteiként jöttek velem be. Ha talán azon morfondíroznál, mit keresetek itt kóborlovag ebben a veleni eldugott kis falucskában, siettek elmagyarázni. Elhatározták, hogy hadat üzennek néhány helybéri útonállónak. Bár ez kóborlovakhoz méltó feladat volt, Geráltnak sikerült lebeszélnie őket arról, hogy tervüket megvalósítsák, mert a tapasztalat arra tanította, hogy a természet nem bírja az ürességet, és a levágott zsiványok helyébe hamarosan másik, talán még megáltalkodottabb kompánia lépne. És végtére is a lovagok nem kaptak uralkodói felhatalmazást, hogy végtelenségig velemben maradjanak.
De a történet elbeszélése közben nem szabad túlságosan előre szaladni. Legyen elég most annyi, hogy a lovagok kézbesítették az üzenetet, és a Witcher beleegyezett, hogy elfogadja a megbízást. Aztán velük együtt azonnal elindult Tuszán felé, hogy szembenézzen a szörnyeteggel, ami a hercegséget gyötörte. És így a kaland elindult. Röviddel Tuszánba érkezése után Geralt kóstolót kapott a helyi viszonyokból. Az úton poroszkált éppen, és Miltonnal meg Palmerinnel csevegett, mikor felettébb szokatlan dologra lett figyelmes. Egy teljes harci díszben pompázó lovagra, aki épp egy szélmalom ellen intézett homlok támadást. A helyzet akkor vált egyértelművé, mikor a szélmalom mögül kipenderült egy óriás, hogy a lovagnak roncson. Mielőtt bárki kimondhatta volna, hogy ez is csak Tuszánban esett meg, a Witcher és mindhárom lovaga bestiát csépelte a frissen összedőlt malom romjai és a szanaszét futó birkák között. Az óriás végül vereséget szenvedett, legyőzői pedig bemutatkoztak egymásnak és olyanféle társalgásba bonyolódtak, aminőtt a frissen legyőzött szörnyek teteme felett folytatni szokás. Az ifjú óriás vadász friss hírekkel szolgált az érkezőknek. A szörnyeteg újra ölt. Legújabb áldozatának maradványa a közeli folyóparton bukkantak rá. Maradványára. Geralt úgy döntött, személyesen néz körül a tetthelyen, Milton pedig úgy ítélte, bölcs és udvarias dolog elkísérni a Witchert. Gryffindorral nagyon egyszerű volt játszani. Én nem a 360 fokos Ignit választottam, de majd azt is lehet kipróbáljuk. Az előző DLC-n végén mit választottunk? Hát, hogy megmentjük Olgérdet. De fönt van egyébként a VOD, vagy nem raktam ki? Nem raktam ki a legutóbbi VOD-ot, srácok, ami a Heart of Stone-nak a vége. Azt hittem, hogy kiraktam. Közben azt nézem, hogy lehet itt valamit lootolni. Lehet. Na, itt vannak a lábnyomok. Szegált bakancsok, több nyom. Nyilván a hercegi gárda. Lássuk, merre mentek. A part mentén mentek. A test talán a... Valami. Kint van a VOD? Jó. Jó, megijedtem. Azt hittem nem raktam ki. Valaki itt nagyon fuldaklik, srácok. Yeah. Már jönnek. Vakonc! Miért on nem csinál semmit? Csak mondom. Na, végre harcol. Oké. Ó, ezek így felrobbannak? Remélem átjön majd így a Steambe meg a VOD-ban is az, hogy mennyire szép a játék. Ők kegyelmet isőségért! Darált hús csinálok beleületek! Mindjárt tovább keressük őket, csak előtte lootolunk. Jó, ja, és akkor itt van még egy hullám. Anything
Mindaz, amit a folyósod ráragad, ide kerül a sekélyesbe. Igen, penetráns a szaga. Vér, akár is kiúzták állót a vízből, aztán kivágták belőle a megcsonkított holttestet. Ha le kell merülnöm, biztosra kell mennem, hogy nem hagytunk ki semmit. Hogy beleboxolt a levegőbe. Gárdista csizma. Vászon. Kendő valami monogrammal. DLC monogrammal. Nyilván nemes emberé volt. Igen, igen. És fakanál. A DLC monogramos kendő. DLC. Ez jó. Ez annó szerintem nem is tűnt fel. Igen, igen. Mit írnak erről? Jó. Üdvözlöm mindenkinek, skacok. Szemét, ami leúszott a folyón. Én éppen nyomom itt a szőrcsinget. Miért van? Nézd, egy csónak indult innen. A gárdicsák biztosan belerakták a testrészeket és elvitték valahova. Miket derítünk hová? Szeretném megnézni a holttestet, mielőtt bomlásnak indul. A fogadó. A vendégeknek látniuk kellett, merre távoztak a gárdisták. Őket kell kikérdeznünk. Hogy néznek azóta is onnan? És ott egy gyanús alak. Valaki figyel minket. Csodálod? A helybeliek gyerekeinek gyerekei is emlegetni fogják a napot, amikor egy négy felé vágott hullát fogtak ki a folyóból. Találtam egy monogramos zsebkendőt. One thing. Found a handkerchief in the water. Monogrammed DLC. Mondd ez neked valamit? Delacroix? Delacroix? Ez képtelenség. Ő lenne a szörny áldozata? Úgy tűnik. Jól ismerted? Gyerekkorunk óta. Van, a barátok voltunk, de külön utakra téltünk. A szélsőségek embere volt. Kiállt a társaiért bármilyen túlerő ellenében, és a végsőkig harcolt ellenségeivel. Sok haragosa volt? Jó néhány, de nem értem, mi köze ennek a szörnyetekhez. Ó, Geralt, eleven nemre tapintottál. Felidézted bennem a régmúltat, amire nehezemre esik most emlékezni. Megértem. Beszélhetünk később is. Irány a fogadó. Hamarosan mennem kell, elvárnak az udvarnál. És csak most értél vissza. Ők egyenlősége szolgáltában nem adatik nyugalom a lovagoknak. Tartottam attól, hogy késve térek vissza, és nem lesz alkalmam kötelességem teljesítésére, de a jelek szerint időben érkeztem. DLC. Menő amúgy a pajzsa. Nagyon menő. A végeztelhetetlen vizsgálatával tégy jelentést Anna Eriettának. A herceg asszony ő kegyelmességének, olykor megfedelkezem magamról. Ha magunk között vagyunk, személynéven szólítjuk egymást, csak Palmerin jelenlétében nem. A közvetlenség nála a vérbűnnek számít. Kalmárok, csempészek és hajósok találkája, és itt főzik a legjobb ráklevest egész Tuszánban. Na, közben kaptunk egy gyorsutazási helyet.
Azokat a helyeket, ahol a Blood and Wine új küldetéseit elkezdheted, a narancssárga felkiáltója jelöli. Szóval ez az új terület. Na és itt vagyunk most a Kukorix fogadónál. Volt idő, mikor a Kukorix tulajdonosa Adam the Guy szerette elmesélni, hogyan kapta a fogadó a nevét. Ifjú korában a történet szerint aprótként szolgált egy kóbor lovag mellett, és együtt legyőztek egy vérszomjas kukorixot. A fenevad feje díszítette az ivó bejáratát sok éven át, amíg egy bizonyos oxenforti vándor megállapította, hogy a trófea sajnos csak fácán, mennyét és sertés testrészek meglehetősen dilettáns összetákolásából született. Sértett bűszegességében Degály levette a trófeát, de a fogadónak megmaradt a neve. Ez komoly. Átverte itt az embereket. Na várjál. Odon pamflet. Jó butleriek. Ébredjetek, egy szűkelit bábjai vagytok, ami úgy babrál ki veletek, ahogy csak akar. Nem általatok országvilág előtt összeesküdni, hogy kisemmizzék a trónjogos örökösét. A herceg halálát követően elsőszülött leánygyermekét illette volna a hatalom. Ő azonban port hintett a szemetekbe holmiféle átokról szóló mesével, és a legfiatalabb leányát ültette a nyakatokra. Ne tűrjétek, ne tétovázzatok! Keljetek fel, mindazok, akik nem szenvedhetik, hogy ha embertársaikkal együtt semmibe veszik őket, álljanak készen. A trónjogos örököse bármikor hazatérhet, és ha itt lesz, szüksége lesz a támogatásunkra. Egy elkötelezett alattvaló. Új hirdető tábla. Intemre, csak nem friss pástétom illatát érzem. Csak is azért. Érzékeid a jelek szerint még nem tompultak el. Megtisztelnél, ha csatlakoznál hozzánk, társaddal együtt. De vaj, miért nem érzem a jóféle rákleves illatát? Ma nincs leves, mivel hogy rákok sincsenek. Gondolom nem hallottad, de ma hullát fogtam helyettük. Hajnalok hajnalán keltem, ahogy mindig, és mikor felnézek, látom ám, hogy vérveres az ég. Épp a hullamért jöttünk. A férfit, akit az asztalodhoz meginvitáltál, a hercegasszony ő kegyelmessége rendelt ide, egy messzi országból. Az a feladata, hogy felkutassa és megölje a szörnyeteget. Két férfit hívtunk, hogy csatlakozzon hozzánk Demivel. Sir Peyrak Peyren temperamentuma inkább nyúl, mint koppó, felteszem, a másik a vadász. Kit tiszteletünk benned? Milton már bemutatott. Mondjuk neki, hogy Geralt vagyunk. Geralt vagyok. You've clearly not tarried long with Sir de Peyrac Peyren. Spare us the pity. Kimmi meg a kicsi elsértéseitől, Geralt a Witcher szakma mestere. A szörnyetek utolsó áldozatáról kérdezne titeket. Mint találta meg a holttestet? Alig pirkadott még, mikor felébredtem. Felülök az ágyban, nézek ki az ablakon, és látom ám, hogy vérként vereslik az ég. Kérdezz, Geralt, ha jót akarsz, vagy tényleg se végzünk. Az ég vörös volt. Hát aztán... Kilépek a kúnyomból és látom ám. Hitemre, a lényeget ember, tanáltan egy hullát a rákhálóba akadva, ezt már tudjuk. Aztán mi történt? Láttál valakit a közelben? Emlékszel bármi említése miatt óra? Akármire? Nem volt ott senki, csak én. És hogy említése méltó? Hát...
Mit láttál, de vigyázz, ha megint a vörös éggel jössz nekem. Láttam egy billegő fejet kidüllelő szemmel, elkékült és kilógó nyelvvel, mellette egy kéz ringatózott a vizen. Jól megnézted azokat a testrészeket? Úgy megrémisztettek, hogy menten elidomodtam, a város felé futottam, ahol csak bírtam, és szóltam a gárdisteknek, akik azt mondták, ne legyek láb alatt. Nehéz dolgok volt, a hulladarabjai belegabajodtak a hálóba. Úgy kellett kivágni őket végül. Szia, Fumiroszi, szia, Tony, szevasztok, skacok. Hová vitték? Csonakkal át a folyón, aztán kordélra rakták, és megálltak vele Corvo Bianco pincészetéig, hogy tovább elálljon. Micsoda, hisz Corvo Bianco Rosselbaro birtokához tartozik, ha megtudja, hogy hullaházat csináltatok a pincészetéből, megnézhetitek magatokat. Míg te éjszakon kóboroltál a báró szőlő birtokát, elárverezték. Valaki figyel minket továbbra is. Ki volt ez? A nő, aki most elment. Nem láttam korábban, és arra sem emlékszem, hogy bejött. Linis lesz a fogadós lánya, de várj! Gerált, mert ez skandallum. Rosszel szőlőjét elárverezték. Hogy esett meg az ilyesmi? Nem titok, hogy a báró nyakig ült a szerencsejáték adósságban. Mikor fizetésképtelenné vált a hitelezője, az egész birtokot elárverezték. A kancellária vette meg, ami azt illeti. Rosszel most a testvérénél lakik Vicovaro-ban. Vicovaro! Mondtam én Rosszelnek, hogy ez lesz a vége. Nem lehet örökké a régi dicsőségbe élni. A hitelezői végül csak rájöttek, hogy az ígéretei fabatkát sem érnek. Ilyen időket élünk, napjaink lovagjai halvány árnyékai a régmúlt hőseinek. Igaz, amit beszélnek. Az istenek szabadították ránk a szörnyeteket, amiért letértünk eleink útjáról. Azt beszélik, a szörnyetek az istenek büntetése. A lovagok már nem követik a régi szokásokat, valaha a hercegség védelmezői voltak, újabban csak a saját segükre vigyáznak. Mi jut eszedbe te? Hadd beszéljen. A hercegasszony címekkel kereskedik, érdemtelennekre pazarolja a kegyét. Letértünk az erény útjáról, és kiestünk az istenek szeretetéből, akik így büntetnek minket. Felejtsd el a marhaságait, Geralt. Az utcai prédikátorok etetik a népet ezzel a maszlaggal. Igaz, a népbutítók úgy szaborodnak mostanában, mint első után a gomba, és ugyanazt a rossz szöveget szajkozza valamennyi. Mit beszélnek még a szörnyetekről? Azon kívül, hogy az istenek küldötte. Tuszán lakói nem ostobák. Feltűnt nekik, hogy a szörnyetek a védőszentek napjainől. Válogató szörnyeteg. Megyek és megnézem a tetemet. Corvo Bianco közel van, épp a tornapálya mellett. Menj azon az úton, úgy el se téveszteted. Te nem jössz? Ne is mondd. Szólít valami kötelesség. Még hogy valamiféle. Ő kegyelmessége roppant megtisztelő feladatot bízott rám, mielőtt felembe indultunk volna. Ilyen szóval nyúlott az idei palota kerti vadászaton. Ha meglátsz a jelmezemben, összecsinálod magad a röhögéstől. Kérdezne, de bonyolult történetnek tűnik. Amihez nyilván nélkülözhetetlen a helyi történelem és a hagyomány ismerete, szóval viszlát. Lovagias feladat, így van. Konkrétan ő lesz a nyúl. Nyomunk is egy mentés gyorsan. Gottfried és a huszár. Eljött a torna utolsó napja, és mindenki tudta, hogy Gottfriednek meg kell mérkőzni a titokzatos sakklovaggal. Akkoriban Gottfried volt a hercegi bajnok, így mindenki győzelmet várt tőle. A sakklovagról senki nem tudott semmit, azon kívül, hogy délről jött, sütét a fegyverzete és 64 fekete-fehér kockát hord a pajzsán. Amikor a herald kürtje megadta a jelet, a lovagok összecsaptak. Gottfried kopiálja az ellenfél pajzsán recsencét, a titokzatos jövevény megingott nyeregében. Halandó ilyen megrázkodt a test, túl nem élhetett. A sakklovag azonban nem vált harcképtelenné. A következő nekifutása ő is célbe talált, és kivetette Gottfriedet a nyeregből.
A győző a legyőzötthöz lépett, és kezét nyújtotta neki, hogy talpra segítse. Mielőtt a herald kikürtölhette volna diadalát, levette sizsakját, hogy mindenki lássa parázsló szemeit és hamufakó ábrázatát. Egy rég letűnt korból jövök, hogy az alázat rég elfeledett erényére emlékeztesselek benneteket. Nevem semmivé lett a sárkánytűzben, mi kevésségem okán elemésztett. E szavakat mondta a saklovak, minek után elrúgtatott, senki sem állott az útjába, üzenetét pedig majnapság is gyakorta emlegetik. Hoppácska. Na tessék, itt már flaskánkat és salétromokat lootolunk. Azt mondja, ilyen fizikmiskámmal bizonyára válogathatsz a hölgyek között. No, máskor azt mondanám, hogy próbáld ki a híres hallevesünket, de sajnos kifogytunk a folyamirágból. Esetleg pótolhatnátok valami mással, például sügérrel? Pótolni a rágot sügérrel? Könyörgöm, mi lesz a következő? Ecetből bor? Kakuk fű helyett, petrezselyem? Ti északiak rendes fickók vagytok, de a konyhaművészetet messziről szagoljátok. Egy partig vint. Mivel nem valószínű, hogy megkóstolom a híres halleveseteket, talán játszhatnánk egy partig vintet. Figyelj már, ez itt másféle izé, itt már szkerigeiek ellen harcolunk, hát őket még nem is láttam. Ez valami új. Na hát, ez... unlucky. Ifjú berzerkert rakott lehet, mindjárt elverik a szánkat. Hogy micsoda? Hát átalakult medvévé. Az ellenfelünk passzolt. Na, hát akkor én is passzolok. Ja, én kezdem. Mardrom. Röm. Egyél meg eleget belőlük, és a világ már nem lesz többé ugyanaz. Átalakult fiatal Wild Karl. Jesus. Wow. Perzselem. Ja, hogy egy triviai gerátot is lerak. Oké. És még ott van a keszeg is nála. Nem tisztelik, srácok. És akkor le tudunk rakni még egy egységet. Na várjál, tessék. Azt mondja... tessék. Tükközünk.
Hogy mit csinált? Ez az mi volt? Valamit eltüntetett, nem? Eltüntette a kiesett lapokat? Azt jól láttam. Ezt fel fogjuk adni, úgyhogy... Még őt is leszedjük. Szerisze is van. Az komoly. Az komoly. Úgyhogy le voltak fagyasztva, még úgy is hatot ért. Az komoly! Azt hittem, mindent ismerem. Eszerint évettem. Egyszer ez is belefér. Üzenet a hátulján egy bizonyos Monier gróf írt alá. Meghívás egy versenyre? Érdekes. Mit izél az északi szél? Küldetés. Hát a csapas majdnem elvert minket, igen. Egy ponttal nyertünk. Hallottál valamilyen pletykát? A halászok között van valami érdekes téma? Igen, egy északiról, aki csukára cserélni a sugarét. Ez komoly kérdés volt. És tapintatlan is. Nem hallgatom ki a vendégeimet, és nem adom tovább, amit esetleg mégis meghallok. Oké. Akkor mutasd, mit van. Aha, ja, nagyon érdekes. So long. Oh, dear fellow, with a fishhook like that, you must have your pick of the ladies. Greetings. Tényleg amúgy meg sem néztük, hogy van-e nála valami olyan érdekesség. Az ott kamember? Most lennék egy jó kamembert. Thanks. Én csak egy szegény asszony vagyok. Ja. És ez ott micsoda? Hogyan lett Luis Alberiniből a Góliát? Ó, de jó! Sok bátor és igaz lovák szolgálta az öreg herceget, de mindközül Luis Alberini volt a legkülönbb. Címere veres mezejében aranycsillag világolt, öt ágának mindegyike egy-egy lovagi erényt jelképezett. A hírnév és a dicsőség mégis Alberni fejébe szállott. Az évek során meggyőződésévé érett, hogy nincs nála gáncstalanabb lovag. Végül már olyképp tekintett magára, mint a testélet erényre, kinek a világ térein párja nincsen, s vélte, hogy ezt még a tóhölgyének is illenék elismernie. Alberini nekiindult át, hogy felkeresse és kiválósága tudatában általa megerősítessék. Jesus, ez a fogalmazás. Ám ahogy közeledett a hölgynek lakhelyéhez, testes fegyverzete apránként átalakult. A karcsú lovag minde testesebbé és testesebbé lett. Súlyát végül már hátasa se bírta meg. Kardja előbb fává, majd húsángá lett. Páncélzata fényét vesztette, s hamuként pergett le róla. Csak sisakja maradt meg, otromba faketrecként. Alberni megállott a tópartján, s szólni akart. Minek után a erősen meghökkent önnön barbár rivallásán. Szemére vette alkalmasát, alakmását a tó tükrében, s legott megértette, hogy lovakból óriásá lett, a tóhölgye pedig kiemelkedett a mélyből, s így szólott. Rég letértél a lovagi erénynek útjáról, bűneid legnagyobbika a kevésség volt, azt tette,
kardodat husengá, az fosztott meg a páncélottól sformált emberből undok bestiává. E naptól fogva a Góliát a neved, menj a Gorgonhegyre, hogy hol ez alakban az emberektől kellő távol még soká elélhetsz. A veszett dicsőség fájó emléket lesz a társad, míg fel nem virrad halálod napja, mi végleg megszabadít gyötrelmeitől. A nyelvezetet nem lehet kisebb nehézségre tenni? Jesus. Így pontosabban az ott egy hiányos kamember. Ez így van, ezt jól láttad. Ezt jól láttad, a Hanumanoid. Az valóban hiányos kamember volt. Eligazítás a torna részvevőinek. Kedves Grint rajongó barátaim, engedjétek meg, hogy bemutatkozzam. Monier Gróf vagyok, Egwint verseny szervezője. Nyilván hallottak már, hogy új frakciót vezettem be szeretett játékunkba, Skellige-t. Meggyőződésem, hogy ez a lépés változatosabbá teszi a játékot, továbbá tökéletesítve a tökéletest. Megtisztelnétek, ha ezt a frakciót választátok a versenyen. Sok szerencsét és jó gwintezést mindenkinek. Ó, pácska. Kaptunk, srácok, egy ilyen üzenetet is. Hoppá, egy üzenetet? Na majd, csekkolom bám. Gizsgugya! Gizsgugya! Egy gondolat mára. Minden utazás az első lépéssel kezdődik. Tedd meg ezt a lépést a Kukorix fogadóba. Keresthetik a fehér farkas. Rívjai Geralt, Witcher, más néven fehér farkas, kalóznak kerestetik. Reménybeli megbízója bőkező fizetséget ajánl e szokatlan kontraktusért. További információkat Beledá gróf ideiglenes tuszeni alaptáborában kaphat. Megjegyzés. Mindenki mást nyomatékkal arra kérünk, ne próbálja az említett táborban Rívjai Geráltnak kiadni magát. Beledá gróf se ma jött le a falvédőről. Első látása meg tudja különböztetni a valódi Witchert a Talmitól. Maskarába bújt szélhámosok két fakarddal a hátukon, tegyétek meg magatoknak azt a szívességet, hogy ne próbálkozzatok. Felhívás valamennyi kóborlovagnak és más fegyvereseknek. A hercegségnek szüksége van rád. Szüksége van rád! További részt... Mi? Ja? A segítséget kell. Busás jutalmat ajánlunk. További részletek a hercegi kamarás irodájában, a szunnyadó lovagok terén. A legfőbb prokurátori hivatal ezúton bejelentik. Hivatal ezúton bejelenti, hogy szűk körű árverésre bocsátanak egy darab beépített ingatlant és a hozzátartozó mezőgazdasági területeket Karóberta erdő régióban, ami az örökösök nélkül elhunyt néhai Crespi gróf után szállt a hercegi kincstárra. A Belgard birtok egyedi jellege és bortermelésben betöltött kiemelt szerepe miatt, amivel a hercegség jó hírét terjeszti a világ minden sarkában. Csak Tuszáni hercegség alattvalói vehetnek részt az árverésen. Minden kóborlóag és más fegyverbíró férfiak figyelmében közhírét étetik, hogy a közrendönkéntes őrzőinek jelentkezésére van szükség. Várhatóan kisebb problémák merülhetnek fel a fent említett ingatlan átruházása során, és ezek a problémák esetleg közvetlen fizikai erő alkalmazását tehetik szükségessé. Minden önkéntes kéretik, hogy jelentkezzen Tuszán prokurátori hivatalában a Plegmund híd közelében, azaz az árverés lendő helyszínén. Eltűnt foltos! A kutyám eltűnt! Fehér. A szemén fekete folttal. Foltosnak hívják. Azaz, hogy odafut hozzám, mikor foltosnak szólítom. Ha megtalálod foltost, hozz előt a Kukorix fogadóba. A fogadós ismer engem. Meg foltost is. Witcher vagy Witcherek kerestetnek. Karaván kísérőnek.
egy vagy több Witchernek. A kádárok Bukleri céhel keres egy vagy több olyan szemét, aki hajlandó átkísérni egy kereskedő konvojt a fehér veszedelem által sújtott területen. További információ Gaston Legaff-tól, a kereskedők Koronta szőlőbirtoklói, északra található erdei táborában. Maugrim Polain, a Bukleri kádár céh veszély elemző és kockázatkezelő részlegének másod titoknoka. Borháborúk. Vadászidény. Mindenre kapható lovag. A Bukleri vadon szava. Oké, vége. Sirály, négy ujjú és félvér. Itt már kaptunk pár kérdőjelet. Most tudjátok, mit fogunk megnézni? Az, hogy hol van a griff páncélzat. Csalik a jánter, csalik! Aha. Na ehhez érdemes előtte egy questet megcsinálni. Jó. Flovive Notice Board. Aradizo Query. Aha, az melyik lehet? Na nézzük csak. Tehát Flovive, és Aradizo Query. Jó, hát akkor átmegyek, azt mondja, hogy térképek, Tucson. Igen. Tesham. Igen, igen. Bukleri palota. Ez is Salamandra. Trading Post. Bazane. Kastély. Valami daru... Aha. Aradizo Query, igen. Mi volt a másik? Flovive. Keresem, srácok, hogy hol lehet ez a Flovive. Megvan. Oké. Na. Megyünk és csináljuk. Szóval, srácok. Itt a kukorix fogadó, és el kell menjünk oda. Meg oda. Ja. Tehát most vadászunk a nagymesteri griff páncélra. Bejelöltem amúgy? Nem jelöltem be, mi? Azt hittem, jön keszeg. Amúgy lehet, hogy nem is akarok keszeggel menni. Most már, hogy itt nem jön mellettünk.
Üdv mindenkinek, srácok, hali-hali. Most már nem keleszkeszek, maradj is ott. Milyen hűséges ez a ló, még mindig követ minket. Azt hiszem most már beakadt valamiben. Itt egy kérdőjel. A fenében. Őrzött kincs. Bargeszt. Wow, milyen támadást nyomnak ezek a bargesztek. Na gyere! Hogy kinyomta a zenét? Na nézzük, mit lehet megtudni a Bargesztről. Vakonc és Góliát. Bargeszt, Vakonc, Góliát. Bar. Igen. De hát nem is arra nyom. Ott van, oké. A látás és beszédő szangját. Tagadd meg a bűnt, s az önös tetteket, s ha valaha megkísért a gonosz, ne feledd, milyen sorsra jutott külső vizima népe, mit bargeszteknek véghetetlen sokasága emésztettel. Ünnepi szentbeszédek a nagy tiszteletű Jomende Tretogortól. A jámborok szerint párjukat ritkító gonosz tetteink isteni büntetése azon bargeszteknek mondott szellemkutyák képeiben zúdul e világra, miké jelente az utat róják. Isteni küldöttek, vagy sem, a bargesztek nem nézik ki a szent és ki a kározott. Mindenkire ugyanolyan vadul rontanak. A vicserek nem igen hisznek az istenekben, de elfogadják a bargesztek létezésének tényét és azt, hogy felbukkanásuk mindig valamely múltbeli tragédiához kötődik. Utóbbit azzal magyarázzák, hogy a bargesztek valamiféle átokból vagy a rontásból fogantak. Vakonc. Ott van. Ó! Azt hittem, csak egy rakás rothadó hús még meg nem mozdult, mondta a bukleri Thibaut. A vakonc a bűzdémon nagyobb testű rokona. Ennek a visszataszító csak nyomokban emberszerű kreatúrának a kültakoróját rothadó hús alkotja, mely alatt a rothadó izomtömeg feszül masszív, de hajlékony csontozaton. A vakonc rothadó holttesteken él, és előszeretettel tanyázik elhagyott kivégzőhelyek, régi temetők és egykori harcmezők közelében. Felettébb agresszív és bár holt hússal táplálkozik, legtöbbször az útjába kerülő eleven lényekre is rátámad. A fent említett helyekre vetődőknek ezokból a lehető legnagyobb óvatossággal kell eljárniuk. A vakonc főszabályként a föld alatt táplálkozik, de ha ember cimatol, pillanatok alatt képes a felszínre bukkanni, hogy megtámadja. Aki vakonccal küzd, nem hagyhatja a figyelmen kívül csontüskéit, e természetes eredetű borotva éles pengéket. Mikor a vakonc halni készül, a testébe felgyűlt gázok és enzimek szó szerint szétvetik, aminek hatására a csontüskék nagyobb sebességgel repülnek szét, és akár végzetes sebet is ejthetnek a legyőzőjén. Hogy megóvd magad a csontkinövésektől, vakonc elleni harcodban alkalmazd gyakorta a Kven jegyét.
Köszi szépen, Belfegor, köszi szépen a fél évet, gratulál az újabb badge-ethez, és köszi, hogy a Prime-adat még mindig rám használod el. Köszi, köszi. És köszi a pergetés, srácok. Érdekel-e valakit a Prey, az újabb? Azt, ha jól emlékszem, most adják a Prime-mal, a Prime Gaming-gel. Hol van Góliát? Góliát... Góliát... Ott van. A legenda szerint Góliát vala a lovag volt, aki megszegte esküjét, ezért a tóhölgyen megbüntette. Óriássá változott és a hegyekben menekült. Évente csak egyszer jön le a lakott síkságra, amikor az éhínség rákényszeríti. Nem tudni, mennyi igazság rejlik a legenda mélyén, de vitathatatlan a tény, hogy ez a veszélyes óriás megölt és felfalt pásztorokat és juhokat egyaránt, és annyira féli mindenki, hogy a nevelőnők vele ijesztenek a gyerekekre, ha nem eszik meg a zöldséget. Bár elvadult és gondolkodása képtelen állatnak tartják, Góliát használ egyszerű eszközöket, amelyek roppant markában halálos fegyverré válhatnak. Geralt ellen harcolva Góliát egy malomkövet kapott fel, és minden csapása valóban csontzúzó volt. Szerencsére Geraltnak már volt némi tapasztalata óriások megölésében, és gyorsan végzett Góliáttal is. Három lovag nagyra értékelte segítségét. Milton, Palmerin és Guillem volt a közreműködő. Az őrzött kincs. Niel Poiré búcsú levelem. A Tuszáni hercegi gárdakapitány csizmája. Most már tudom. Az élet tökéletes. Az élet kitűnő. Az élet tele van mágiával, szépséggel, lehetőséggel. És drámával. És meglepetéssel. Számos meglepetéssel. Atyám, számodra is van egy meglepetés. Nem akartad, hogy a fiad színész legyen? Másik otthont választottál neki, a hadsereget. Így a fiadnak meglepetése van a számodra. A lábad soha többé nem érinti a földet, soha többé nem ízleli az élet szépségeit, és neked, atyám, hamarosan fel kell nyúlnod fiad lógóhold testéhez, és el kell venned a koronákkal teri elszényt, amiért eladtad az életét a henteseknek. Oké. Erős, erős, erős kezdés. Azt hiszem, ezt lehet mondani. Filament patak. Szép idég a boldogság. Ham-nyam-nyam-nyam-nyam. Levél Pascal Pélissiernek. Drága Pascalom, bízom benne, hogy levelem jó egészségben talál. Mint tudod, az érzelmeim irányodban minden képzeletet felülmúlóan hevesek, és teljes valómmal lepedezem azért, hogy a férjem lehess. Hamarosan együtt állunk majd a hitvesi oltár előtt, de remélem megérted, ennek a ceremóniának olyannak kell lennie, hogy maga a hercegasszony is sárga legyen az irítségtől. Semmiképpen se tekintsd ezt figyelmeztetésnek, kedvesem, de mindketten tudjuk, hogy a szerény katonai zsold nem teszi lehetővé számunkra azt a fényűző banketet, amit mindketten megérdemelnénk. De ne légy szomorú, találtam megoldást a mi kis problémánkra. Biztosan tudsz a hajóroncsról, a Sanseret úr fenekén, de kétlem, hogy ismered a teljes történetét, hogy hogyan jutott oda. Régen Rajmund herceg idejében a hercegség egyik leggazdagabb embere, Gael Saske,
a Narutóban. Úgy döntött, hogy báltad a folyó közepén, és micsoda bál volt. Gyönyörűen felcicomázott hölgyek, elegáns urak fehér ingben, díszes dubléban. Gél egy egész láda ékszert vitt a fedélzetre, és folyamatosan cserélgette a gyűrűt, hogy mindenkit lenyűgözzön a gazdagságával. Az esemény a tetőfokán tombolt, amikor hirtelen heves vihar támadt. A szél ketté törte az árbocokat, és a hajó felborult. Az összes gazdag vendég aranyban és ékszerbe burkolva, egy pillanat alatt a fenékre süllyedt. Ez a tragikus történet még végződhetett akár jól is, mivel hogy megszereztem Gielszaszke ládájának kulcsát. Gondolom már látod, hogy a bizonyos jövőnk karnyújtásnyira van. Végtére is a vízbe fúltak, nem kell... A vízbe fúltaknak nem kellenek a gyémántok, nincs igazam? Jobban szeretlek, mint magát az életet. Bella de Gunness. A fekete özvegy küldetés. Ez messze van? Sasuke? Jó, hát nincs messze. A Sans Retour mocsaras árterében Geralt egy vízbefúlt férfi tetemére botlott. Kevésen múlott, hogy át nem esett rajta. A felpüfett holttest átkutatása során egy levélre akadt, ami elárult neki ezt azt a néhairól. A fiatalembert azért küldték a folyóhoz, hogy felhozza a mélyből a kincset, ami egy bárkával együtt süllyedt el évekkel korábban. Szerencsétlennek ez volt az utolsó merülése. Geralt úgy döntött, maga keresi meg a kincsekkel teli ládát. Sasuke! De lehet, majd kell a cica, a macska. Na. Aha. Azok ott ellenségek. Itt is lát. Aha, igen, igen. Szerintem itt lesz. Az komoly. Ide még vissza kell jöjjünk. Egy kis levegő. Mert ott még világított valami. Hoppá, valami festék, festékes tudsz. Na tessék, bíbor festék.
A roncs körül nyüzsögtek a folytó lidércek. A Witcher azonban egy-kettőre levágta mindet. Aztán rátalált a kincsre és a váratlanul jött bevétellel elégedetten továbbált új kalandok felé. Na, hát akkor már is pipálunk egyet. The Black Widow. Oké, ott is van egy kérdője, de nem akarunk most egyelőre arra menni. Azért jövünk erre, mert innen fogjuk megkapni majd a griffes kontraktust. Mármint, hogy egy olyan kontraktust fogunk kapni, ami arra fele vezet majd minket, amerre a griff, nagymesteri griff páncélzat van. Úgyhogy egybe kötöttem ezt a két dolgot. Sans Retour Mocsár. A hirdető tábláért jöttünk. Haló! Hogy mint? Szükséged van valamire? Mutasd, mit van? Van festékem? Oké. Kisgyerek az elém jött. Szia. Szia. Geralt magyar. Szia-val, köszönöm. Bejelentés. Lantoni játszom és olyas valakit keresek, aki Ocarinán játszik. Biztos vagyok benne, hogy együtt meghódítjuk Buklár tavernáit. Vagy akár egész Toussaint. Toussaintot. Drága vendég. Messzi földről utaztál Toussaintba? És nincs hol megszállnod. Szobákat adott ki Frankolárc falujában. Nagyon jó árak, nem kopasztunk meg, mint Buklárban. A friss lebegő és a Karoberta erdő látványa az ablakból egyszerűen lélegzetelállító. Munka fehér cselédnek. Fiatal egészséges lányzót keresek, lehetőleg vidékről. Fontos, legyen vörös hajú és szeplős, lehetőleg az egész testén. Kellemes és egyszerű munka, rugalmas munkaidő, jó fizetés. A foglalkoztatás ideiglenes, de lehetséges hosszabbítás. A jelentkezéseket lehetőleg egy miniatűrrel együtt a bukleri szépségeknél kell begyújtani a kikötőben. Tetőjavítás, hölgyek öröme, jó árak, megtalálsz a jávorszarvas koponyája fogadóban. Keresd lót! Kontraktus, Tufó szörnye. Ezúton tudatom az alábbiakat. A Tufó néven ismert szőlőbirtokon mi tulajdonomat képzi, s világszerte híres a kiváló Mellon Blanc tőkéiről. Valamiféle szörnyeteg vert anyát. A lovag kifeleli és elírtja e bestiát, nem csupán rátermettségét bizonyítja, komoly jutalomban is részesül. Halljátok szavam, Toussaint erényes, bátor vitézei, és siessetek a Tufó szőlőbirtokra, hogy alulírottal a kontraktus részleteit mielőbb tisztázzátok. Titokzatos marhazápor. Sürgős szükségem van egy szakértőre, aki nem riad meg a misztikus feladatoktól. Továbbá gyors és megbízható segítséget nyújt. Vajákosok, druidák és vicserek előnyben. A probléma magva. Egy tehén zuhant le az égből az éjszaka. Tudnom kéne miért, hogy a kőfejtőben ne kelljen abba hagyni a munkát, mert szoros határidőkkel dolgozunk. Részletek az aradízó kőfejtő munkavezetőjénél. Na, mi elvileg ezért jöttünk? Így van, ezért jöttünk. Így van.
Ez a Cisza nagyon mérges volt ránk. Mennyből a manyha, marha! A Witcher élete sosem unalmas. Valahányszor ráun a kukorikszokban, strigákban és nekkerekben megtestesülő kihívásra, a világ mindig meglepi valami újszerűvel. Így történt ez akkor is, amikor egy szarvasmarha zuhant alá az égből, egyenesen egy gyanútlan bányászmunkása. Ez olyan megbízás volt, ami garantáltan kizökkentette a Witchert a neki jutó babra munkák mindennapos taposó malmából. Nyugodtan, Belfagon, nyugodtan. Na ez a 400 lépésnyire van. Aha, és akkor oda kéne elmenjünk. Jó. Nekem ez így okés, annyi, hogy... Annyi, hogy itt a kocsmát még megnézzük. Hordó és sap fogadó. Ez a Witcher elég jó képű. Szia, hello! Ez az utazó elég jó képű. Oké. Okay. Üdvözöllek, jó uram! Mivel szolgálatok? Egész nap a bor járt a fejemben. És miféle bor? Vörös? Fehér? Rozé? Száraz? Félszáraz? Éles? Mennyire legyen nehéz? Melyik pincészettől? Na, ezt át kell gondolnom. Mesélnél valamit a környékről? Mit mondhatnék esetleg, hogy a terület ura... Monsieur Borbó a legnagyobb tahó egész Tuszánban? Valóban. Majd nyitva tartom a szemem. Monsieur? Mutasd, mi van a pult mögött. Játszolok mintát? Gwent, maybe we could play around. Csak bólogatni tud. Geralt of Rivia! Tiszta idő, parancsta kikürt. Igen, jó, jó, jó. Na, nekem valami kém kellene. Köszönöm. Hát ez két parancsnok kikül. Se baj. Először lerakjuk őt. Francba, Dekár. Ellopta. Ellopta. A szemétje. Én meg nem fogom tudni ellopni tőle. Akkor leteszek egy ilyen. Van hajítógépe, jó világ. Nem is tudom most így mit rakjak le. Tessék. Pam, para, para, pam. Megduplázza az ostromgépek erejét. Ezt nem hiszem el, ezt nem hiszem el. Nem hiszem el. Pedig húzni kéne még az időt. Jó, tessék. Tessék. Csirip, csirip, mirip, mirip. Na végre. Na végre. Ja, skippelünk. Hadd pakoljál csak. Figyelj, mindjárt lerak egy... Ja, bocs.
Na, most én. Én akarok. Ne! Hú, hála a jó Istennek. Most én. Mi? Ja, mert hogy... hát ez el lett szúrva. Azt hittem, hogy választunk. Aj, srácok. Ja, mert nem is ezt akartam. Ó, hát ez szarul lett kijátszva. Először orvost akartam, aztán pedig leégetni a kémét, és akkor el lehetett volna húzni tőle. Ha ügyes vagyok. Na, mindegy. Hát ennyi 10-es lappal, nem tudom mi lesz. Passzolt? Jó. Akkor lerakunk egy... még egy 10-est. Tessék. Még bízom benne azért, hogy így is nyerünk. Ja, én jövök. Tessék. Filippa! Jön Léto. Ez az utolsó kör mindkettőnknek, úgyhogy meg kell érte küzdeni. Az igen. Dobáljuk itt a tízeseket. Keszeget is lerakunk. Az igen, még egy 10-es. Nesze! Tűrő! Egy katáknak a pultja. Jó, megduplázzuk a közelharciak erejét. És egy Triss. Végül egy Triss rakott le. Jó, hát ez egyértelmű győzelem, és jön most a megalázás. Nagyon jó. Nagyon jó. Igen. Tessék. Száz korona. Megy is a mentés. Szerisz. Kaptunk egy Szeriszt. Nem is figyeltem amúgy, hogy mit árul. Az igen, még croissantja is van. Mízes croissantja. Láttam, hogy Couch kopjon a Vampire Server. Láttad, hogy jön a Couch Cop és a VS mód a Vampire Survivors-be? Láttam. Még tweeteltem is róla, bizony. Tufó szöllő. Mint egy kérdőjel. Alattunk van egy kérdőjel. Semmi gond, Phoenix. Örülök, hogy szóltál, mert ha nem vettem volna észre, akkor... akkor azért jól tudom. Szóval itt egy kérdőjel. Oké, majd valószínűleg le kell mennünk. Egyszerűen most nincs kedvem lovat használni, nincs kedvem keszeget igénybe venni. Jó,
Olyan szép ez a világ. Miért nincs? Nem is tudom amúgy. Olyan jó itt lépkedni ezen a vidéken. Először ide jövünk. Mi a fene történt itt? Mi lehet azzal a ghullal amúgy szerintetek? Vladimir a. Ugye én itt nem is jártam, tehát igazából én most csak itt a táblát jöttem olvasni. Így van. Hírek négy ujjú Hanzájáról, ugye az egyik ilyen bandita. Az a nyomorult négy ujjú Filibert és a Hanzája elfoglalták a Daruhegy várának romjait. Bűncselekményeik és sportjaik támaszpontjává vált. A legfrissebb hírek négy ujjú Hanzájáról csak ezen a hirdető táblán. Figyelem, nyomorékok! A kóbor lovag élettörténete nem mindig a dicsőségről szól. Gyakran szerepelnek bennük elveszett testrészek. Minden nyomorék lovagnak kínálok olcsó fa műújakat. Miután ellátogattál a műhelyembe, megint tudsz majd a fogadóba 5 sört rendelni. Keresek egy helyet, ahol előadhatom a beszédemet, melynek címe a szörnyetek, mint a monarchia metaforája. Eltűnt 14 éves fiam. Matison 10 napja nem jött haza. Aggódom, hogy egy lovag apró gyerek és elment vele. Ha tudsz valamit a sorsáról vagy hollétéről, kérlek tudasd velem. Amelia Bloss. Segítségre szoruló idős házaspár. Azt akarom, hogy mindenki megismerje, de Sakor grófnő valódi természetét. Az a szívtelen ribanc kidobott az utcára egy idős házaspárt, akik a Bazane farmon éltek, mióta csak az eszemet tudom. Nem tudom, miért tette, de rendkívül gonosz dolog volt. Egy aggódó lélek, aki viszonyog a gonoszságtól. Profi vagyok, lehet, hogy nem vagyok a legszebb a vidéken, de velem olyan kefélésbe lesz részed, hogy soha többé nem akarsz majd visszamenni a bukleri szépségek kis picsáihoz. Már legalább tudjuk, hogy mi az a bukleri szépségek, én azt hittem, hogy valami modellkednek meg ilyesmi, de már gyanús volt az egyik felhívás. Már gyanús volt. Na. Griselda, azért felírom ide a nevét, ha esetleg gondolod. Köszi, köszi, köszi. Na, szóval. Jó. Ja. Szóval kőbánya művezetőjével kell beszélnünk először is. Hoppácska.
Odakint akarsz táncikálni, csináld ahogy akarod. Mi kint maradunk, azt mondják. Na, itt ennél a küldetésnél írtak egy érdekességet. Az pedig nem más, mint ez. De természetesen nyilván ez a véletlen műve. És az időműve. Mi a megáltalkodott ördögöt műveltek itt emberek? Miféle ragály? Csak az események szerencsétlen összjátéka, ennyi? Vissza a kőfaragáshoz. Ha nem szállítjuk a fejet időre, akkor a befektető lecsavarja a mogyoróimat. Ezt mondod majd Emilőz egyének? Hogy egy tej rázant, de csak baleset volt? Ez uram, komoly dolog. Ez valami firmányos kell. Mágus vagy boszorkánymester. Mi történt itt? Nézzétek a Witcher, aki a városba jött. Talán ő tehet valamit. Ördögűzés vagy ilyesmi? Meg kéne kérdezzük, mennyit kóstál. Látom a felhívásod. Gondod akadt egy tehénnel. Ragánytól féltek? Erről van szó? Úgy bizony, és milyen rettenetes. Felbosztantottuk az isteneket, úgy ám, Zerikániára, sáskajárást, meg békásőt küldtek nálunk, meg rögtön a tehén eső jött. Elég, nem kell pánikot kelteni. Jöjj, Witcher uram, megosztom velem feled gondjaink részleteit. Most bemutattam nektek? Nem, csak a középső ujjamat mutattam, hogy ugye azt mutatja a szobor. Igazán kár Emilért. Jó munkás volt. Azonnal megmondtam neki, hogy van valami egyszerű magyarázat, de ezeknek nem kellett. Rögves tóbégatni kezdtek, hogy ragálj, és magasabb fizetséget követelnek a nehézségre, meg a rossz munkakörülményekre hivatkozva. Tönkre tesznek a félkegyelműek. A feladatom tehát az lenne, hogy rájöjjek, miért hullott le egy tehén az égből, jól értem. Az is, a dolog úgy áll, hogy senki nem akarta eltüntetni a tehén tetemét, és valami mocsok ellepte a másik vermet. Félünk oda menni. Nem meglepő. A tehén honnan érkezett? Milyen fajta volt? Hát az a mezei pöttyös fajta, semmi különös, a teteme ott rohad a gödörben, bűzik már rendesen, és Emil alatta fekszik. Utána nézel a dolognak? Elfogadod a megbízást? Mit is csináltok itt? Lembi oda profétának emelünk szobrot. Faragással készülünk, nem egyszerre persze, hanem kis darabonként. Egy kibuzgó befektető újraindította a projektet több év szünet után. Minden környékbeli kőfejtőt szerződtetett a befejezéshez. És tartanánk is a határidőt, ha nincs az a rohadt baleset. Mester, kérlek, segítenél? Azt a balesetet látta valaki? Nem, de hangja az volt. Osztev épp indult, hogy megnézze, hogy halad Emil, amikor hirtelen egy fősiketítő puffanást hallottunk. Pillanatokkal később valami becsapódott az egyik daruban. Kétlem, hogy a tehén találta volna el a darut. Talán úgy volt. Mindenesetre reggel kimentünk megnézni, de a férgek visszatartottak. Ezzel most minden munka lehet, és azóta is így áll a helyzet. Uram, ne abossok, kérlek, elvállalod az ügyet? A jutalmam, beszéljünk róla. Mennyire gondoltál? Én arra gondoltam 300-350. De semmi bónusz, meg volra való. Utána nézek. Fine, I'll look into it. Might be a botched portal, but I doubt it. Lebiota, áldjon meg számos utóddal. Várni fogom a visszajöveteledet. Ugye, sterilek a Witcherek, szóval... Hát köszi azért.
Azért köszi. Ez Emil lesz. A munkások elmitették. Szegény fickó. Baromira pechás. Jól van, hol is kezdjem? Sebek a munkás testén. Összezúzta valami súlyos. A koponya alja berepett. Is harapás nyomok, nekrofágok, de csak a halála után jutottak hozzá. Most már nem tudok, más nem tudok kideríteni a holttestről. A szövet helyenként zúzódott. Jelentős magasságból kellett leesnie. A hasüreg felnyitva. Nem sok vér van. Tehát a halál beállta után történt. A szív már nem szállította a vért. Fognyomok viszont elég kicsik. Nekrofágok hagyták, nyilvánvalóan. Gyorsan kiszagolták a lakomájukat. Feast fast. Mély karom ütötte Sebek, a karmok közötti tervesztáv drakonidra utal, talán Vivern, de nem ezek a sebek okozták a halálát. Megvan, minden világos, a tehén elpusztult, amikor magasról lezuhant, a drakonida elejthette. Fiatal példány, felteltőleg próbálta a tehenet ellúcolni a fészkébe, de az túl nehéznek bizonyult. Emil meg bal szerencsére épp alatt állt. És ott van a daru. Hát ez tényleg pekhes ez az Emil. Ki kell deríteni, hogy hogyan sérült meg a daru. Most mi van? Beszorultunk? Hogy lehet valaki ennyire szerencsétlen? A kutyakakába lépett. Mármint, hogy pont, hogy nem lépett kutyakakába. Na nézzük. A drakonida keményen eltalálatta. Eldobta a telnet, aztán valószínűleg próbálta stabilizálni a röptét. Közben megsérült. Jó, könnyű lesz követni. Igazából már megoldottuk a problémát. Így van, nem küldte körbe a kör e-mailt, és azért lett ilyen szerencsétlen. Opa. Mennyből a marha? Erősen vérezni kezdett, úgy tűnik a sebb súlyosabb volt, mint gondoltam. Olyan szaga van, mint a savanyú cefrének. A drakonida biztosan rátámadt egy szeszfőzdére. Bűzdémon. Fritsch Fröcs. Oké. Bűzdémon? Ebből a...
Ebből a városban is akad egy pár. A szeszfőde tetejére estett, nagy kalamajkán csapott, szétbarmolt mindent, aztán odébb állt. Ezek itt krumpliból csináltak szeszt, jól látom? A francba félig megevett holttest, pensen és nyomokkal? Bizonyosan nem viben. Sárkányjég csak az lehet. Azok lehelnek tüzet. A szeszfőző naplója. Miréd? Treblé uram, az egész Sunset úrvölgy túl van becsülve. Azok a borok? Ne is gyere nekem el, ezt el. Mióta nagyba csinálják, szószónak kéne inkább hívni. Nem kétséges, hogy látott ennél szebb napokat is. Mire ő? Igaz, én mindig is Cute de Blesher párti voltam. Köztünk maradjon, de a Sangreálnál is jobban kedvelem, ami ugyebár ő jeles felségének és családjának exkluzív bora. És akkor én bolond kimondtam. Ó, egyetértek, valahányszor új felsége akaratából innom kell belőle, vodkával üblítem ki a számból az avas pukéját. Jaj, nem már, részeg voltam, azt se tudtam, mit beszélek, és alaposan túlbecsültem saját fontosságomat az udvarnál. Temblének elég volt pár szót a hercegasszony fülébe súgnia, hogy rövid úton ki akkor bólincsanak. Benoit visszakapta az udvari kóstoló tisztet. Hitted volna. A skandallum dacára, amiben Nikoé és Quellin bárónőkkel keveredett? Ami engem illet, nos, mit tehettem volna? Jobb hián a magam borát készítem és iszom. Mindig is ez volt a szenvedélyem. Megszólta az uralkodói piát. Mancs lenyomatok, erre mászott, nyilván túl fáradt volt a repüléshez. Szóval azt mondta az uralkodói piára, hogy vodkával öblíti lám. Rossz bőrbe volt a sárkányunk. A sárkánygyíkunk, aminek mancs nyomai vannak. Na, mi van? Mi van itt? Egy másik drakonida szállt itt le. Ez nagyobb. Megvártam, míg a kisebb rendbe jön, aztán együtt elrepültek. A kisebb mindig vérzett szerencsére. Tehát akkor most szag lesz? Ja, nem, hogy csöpög a vér. Együtt repültek el talán a fészkük felé. A nyomnak itt végem. A fészek odafönt van. A fejemet rám. Sárkány gyík ok. Hú, de csúnya. Hú, de csúf. Tehát ő a sárkány gyík nőstény. Ereszt a szája, srácok. Mindjárt támad a kölyök is elvileg. Wow! A sebesült sárkánygyík. Wow! Azt a rohadt! Hát
majdnem offos láttam. De jó muzsika van amúgy alatta. Jól van, ideje begyűjtenem a trófeát. A többi tojás még nem kelt ki. El kell égetni az egész fészket. Dália. Ez menő volt. Ez megteszi. Szóval nekik nem bombát kellett tenni, hanem csak oda varázsoltunk egy Ignit. Vedd át a jutalmat a tehén rejtély megoldásáért. Tehén rejtély. Uszár erőd romjai. Tényleg a többit még meg sem néztük. Uszárvára a tivornyázó Roger herceg uralkodás alatt épült. Erődítmények sorozatának épült erődítmények sorozatának részét képezi. Sajnos kiderült, hogy az építőmesterek annyira szerették az italt, hogy az épület alapjaiban komoly szerkezeti hiányosságok mutatkoztak. A hanyagul elhelyezett kövek nem bírták el a falvak súlyát, és a vár összeomlott. Sok évvel később a romokat újjáépítették egy kis erőddé, hogy otthont adjon a főutat védelmező lovagoknak, de jelenleg üresen áll, elhagyatottan áll. Jelenleg üresen és elhagyatottan áll. Aradízó kőbánya. Minden ember, akár iszákos, akár józan életű, tudja jól, hogy a tuszáni jóléte a szőlő gyümölcséből ered. Kevesek ismerik fel azonban, hogy a hercegség földje gazdag a palában és egyéb építkezéshez hasznos értékes anyagokban, és hogy a kőfejtés adta valamikor a helybériek megélhetését. Így, mikor az istenfélő tuszániak úgy döntöttek, szobrot emelnek Szent Lebiódának, nem kellett külhomból szállítani az anyagot, csupán újra megnyitották Aradízót. Flovivem. Egyszer volt, hol nem volt. Történt, hogy békák hada árasztott el a Sans Retour mocsarat. Adem Marta hercegasszony díjat tűzött ki annak, aki megszabadítja a vidéket ezektől az átkozott kétéltűektől, de sem a kóborlovagok, sem a droidek, sem senki más nem birkózott meg a feladattal, míg egy szegény tutajos név szerint Flovive kitalálta a módját. Szerenádot adott a békának a hegedűjével, és azok a dallamtól elbűvölten követték őt távolra a hercegségtől. Ennek az eseménynek az emlékére a település, ahol Tuszán tutajosai laknak, az ő nevét viseli. Ennek az eseménynek az emlékére a településja. És ott van még egy kérdőjel is. Uszár erőd romjai. Zöld páncélfesték recept. Aha! Ez az. Az általam rendelt Witcher szeptember 12-én ért Uszárba. Kedvező benyomást tett rám. Hidegvérű gyilkost vártam, de olyas valakivel találtam magam szembe, aki alig különbözött egy köznapi embertől. Szörnyetegek életmódjával kapcsolatos lenyűgöző tudását a hátára szíjazott kardokat és a nyakában hordott grifffejes medált kivéve. Jerome, mert így hívták, számos kérdést tett fel nekem a Daruhegyi kastély közelében látott bestiáról.
Válaszaim alapján arra a következtetésre jutott, hogy egy lesivel állunk szemben. Következő beszélgetésünk során a Witcher csodálkozásának adott hangot, hogy így magas vérdíjat kínáltak neki, és még azelőtt kifizették, hogy Tuszánba érkezett. Megkedveltem a fickót, és nem akartam tovább hazudni neki. Fogadalmam ellenére felfedtem előtte, hogy a pénz egy bizonyos Moreau mágustól érkezett, aki ezen a módon mondott köszönetet nekünk, amiért befogadtuk őt. Mikor Jerome meghallotta a nevet, elsápadt, majd tombolni kezdett, amit kiáltott, alább idézem. Majd adok én annak a vén marhának. Azzal az istálóba rohant, lóra kapott és elvágtatott, hátrahagyva a személyes holmi a javát. A Daruhegyre vezető úton még látták, aztán eltűnt, akár a vízbe dobott kő. Moromester azt állítja, sose látta a Witchert. Vajon mi történt Daruhegyen? A kenepszék nagymestere. Ja, mert hogy nincs meg mindegyik tervrajz. Találj valakit, aki képes nagymesteri Witcher felszerelést kovácsolni. Wow, mehet. Előtte azért leadjuk ezt a mennyből a marha küldetést, meg megnézzük, hogy mi a fene lehet ez a kérdőjel itt. A D2-ben normálon nehezebb át legyőzni, mint Diablót. Minden nehezebb, ami egy előzőt követ. Tehát mivel Diablo elő van, mint a Bél maga, ezért őt nehezebb legyőzni. Általában így vannak megírva a játékok. De mivel mindenki más és más, más az erőssége, másban ügyes, más karakterrel játszik, ezért lehet, hogy valakinek könnyebb lesz egy boss, lehet, hogy valakinek pedig nehezebb. Na bakker, hát nem is jó fele jöttünk le. Hoppá! Magic. Place of power. Place of power. Na jó, megpróbálunk eszeggel oda menni. Hát ha sikerül. Nagyon-nagyon sok küldetést vettünk most fel. Bőven van mit csinálni. Mikor is szokott lenni az ebédszünet? Nagyjából a stream felénél. És mivel 10-kor kezdek, 5-kor végzek, ezért ez ilyen 1:30 körül szokott lenni. Prrrr, azt mondja. Prrrr.
Ó, ezután kapni fogunk egy mellékküldetést, amit most nem tudom így, hogy még meg akarok csinálni, vagy sem. Így hirtelen. Na, kiderítetted, hogy repült el a tehén? Igen, mindent elrendeztem. És nem hulló tehén járvány volt. Nem ezt mondtam erre legelején? Nagy kő esett le a szívemről. Mi volt hát az állat becsapódása mögött? A sárkánygyék elrepült a kőfejtő felett, elejtette a zsákmányát és a fészkel szartott. Felgyújtottam fészket, a tojásokat és mindent. Dicséretes elővigyázatoság, de ahogy mondtam, csak annyit tudok fizetni, amennyiben megegyeztünk. Egyszerűen nincs több. Tessék, ez a tiéd, és köszönjük, mester! Szevasz, Vili, szevasztok, srácok! 180 XP, 350 korona. Most már minden tiszta, ugye? Se isnánk, se ragány, csak egy sárkány. De annak is annyi. Kifizetjük Emil özvegyének a jóváltételét, és azzal kész. Na, mit álltok és váltok itt, emberek? Visszadolgozni, egy-kettő? Csop-csop. De azért azt állítom, hogy még valami csúfság mocsoz itten. Mi lehet a munkásokkal, akiknek össze kellett volna rakniuk a szobrot? 3 nappal ezelőtt kellett volna érkezzenek, azt még hírjuk hamuk sincsen. Azok is összezúzottak, a már biztos. Vagy megett őket valami, vagy a sáskák zabálták föl, mint Zerikániában. Miféle sületlenségeket oltok itt össze? Az építész azt üzente, egy héttel később érkeznek. Egy nagy márvány szállítmánnyal együtt Metinából. A proféta szakállára, szóval elég a szócsépésből. Visszadolgozni. Hadd kísérjelek el egy darabon, uram. Az igazat... Várj, töltsem. Ó. A munkások, akiket említett, tényleg eltűntek. Keres fel később, és beavatlak a részletekbe. Milyen kis sunyi. Nem, itt amúgy... Itt amúgy tényleg csak annyi volt, hogy... Ott, ahogy... Izé, egyezkedhetünk a pénzről, egyezkedtünk, mondta neki, hogy jó, legyen 350, és akkor ő mondta, hogy jó, legyen 350, de annál se több, se kevesebb, mert nem tud annál többet fizetni, úgyhogy ő szerencsére nem azt mondta, hogy hát 350-et kellett volna fizetni, de csak 100 van nálam. Ott van. Miután megvizsgálta a szarvasmarha és a munkás maradványait, Geralt megállapította, hogy nem valamiféle járványról van szó, ahogy a munkások oly vehemesen állították, és nem is valamiféle elszabadult portáról, ahogy ő maga gyanította. A Witcher rájött, hogy a magyarázat sokkal banálisabb ennél. A marhát egy fészkére tartó sárkányfajzat ejtett el, a bestia túlbesülte saját erejét, vagy fogást veszített a zsákmányon, az pedig a kőfejtőben ért földet, és megölte a munkást, akire rázuhant. A Witcher a szörnyűgyek avatott szakértője lévén hamar kiderítette, hogy a szóban forgó sárkányfajzat egy sárkánygyík. Minden jel arra utalt, hogy viszonylag fiatal példány, ami nem csak a prédáját ejtett el, de súlyosan meg is sérült, mikor a kőfejtő egyik darujának ütközött. A seb nagyban megkönnyítette a Witcher dolgát, aki a vérnyomot követve hamar ráakadt a bestiára. Időközben kiderült, hogy a fiatal sárkánygyíknak van egy segítőkész anyja is. A szülői gondoskodás hüllők között oly ritka megnyilvánulása hidegen hagyta Geraltot, aki a fészket elérve mindkét bestiát elirtotta. Miután a sárkánygyíkokkal sikeresen végzett, Geralt felperzselte a tojásokkal teli fészket is. Ahogy mifelénk mondják, Lebióda segít azokon, akik magukon segítenek. A vadászat végeztével a Witcher tájékoztatta a bányászokat, hogy elmúlt a veszély, ami sose volt nagyobb egy növendék sárkánygyíknál. A művezető felélegezhetett,
Csapata pedig folytathatta munkáját Lebioda proféta óriás szobrán. És a felnőni a feladathoz kaptuk meg. Mindjárt meg is nézzük. Hogy akarom ezt most csinálni. Szerintem most még nem. A nagymesteri páncélzat nyomába tartunk, úgyhogy egyelőre nem. Nem, ez nem hiba. Az elírtotta az egy helytálló fogalmazás ebben a környezetben. Úgyhogy nem hibás a szöveg. Én is rengeteg olyan szóval találkozok itt a Witcher 3-ba, ami így új, illetve ami így furának tűnik, de mivel itt figyeltek arra is, hogy bizonyos szövegek, bizonyos párbeszédek korhűk legyenek, ezért vannak ilyen megfogalmazások. De én se azt mondtam volna, hogy a szörnyeket elírtják. Egyébként. Már én se azt mondtam volna. Így 2023-ban legalábbis. Hanem a kiirtotta. Eltakarította, kiirtotta. De az elírtotta az is. Így a játékban megállja a helyét. Ott egy kérdőjel. Akarunk kérdőjel fel menni? Megnézzük. Biztos akarunk oda menni? Nyomok egy F5-öt. Ilyen ikont még nem láttam, úgyhogy... Megnézzük. That's it, Roach! Szeva a szerbes, Enci. Hali. Szorongatott kóborlovag. Hát akkor azért nem láttam még ilyen jelölőt. Azt nézd! Nem hagyhatjuk meglépni. Fenébe próbáljuk bekeríteni. Némát oszod! Hé, ez már megvolt! Megmentetted az életemet, ezt nem felejtem el. Ne feledd, Witcher, a történelmet azok írják, akik a hősöket is felakaszthatják. Greetings, Living Legend. És ő adta a hűbarát ábrát. Lassan be fogok tenni az inventory. Nem is emlékeztem, hogy itt ilyen kóborlovagokat lehet... Buklári nyeregtáska. Kóborlovagoknak lehet segíteni, ez egyáltalán nem volt meg. A buklári nyeregtáska 110-es, tehát jöhet. Go.
Ó, Hanza főhadiszállás. Jó, és itt mit is írnak? Divornyázó Roger, ahogy azt a gúny neve is sugallja, nem vetette meg az italt. Alkohollal feltűzelti divornyáinak történetei, Matusán hagyományos történetei között a legbecsesebbek. Ez az állandó becsipet állapot vezethette arra a döntésre, hogy a hercegséget várakkor övezze, hogy azok majd megvédjék Toussaint a Gorgonhegy barbár lakóitól. A helyzet az, hogy senki se hallott még erről a népről. Azt mondja, hogy... Nagymester Griff páncélzat. Jó. Jó. Mehet. A Hanzák néven elizsásult a rablóbandák egyike a főhadi... Egyik főhadiszállása itt van a közelben. Légy nagyon óvatos, mert ez kemény küzdelemnek ígérkezik, ezek a haramiák jól szervezettek és a támadás éri őket, segítséget hívnak a környező táborokból, hogy ne tehessék végezz a fákás banditákkal, mielőtt jelzőtüzeket gyújtanak. Dehogy cél! Circle him! Vannak itt olyanok, akik nyomják a D3-at? Én úgy tudom, hogy most, hogy így, itt a D4 nem annyira. Az elől valóban helyes, ha a fullasztás, éheztetés, mérgezés az ölés módja, hiszen az elt öli meg valamiben, amit a klasszikus értelemben az eltáplál éltette. Micsoda? Eltáplál élettel. Ha a fegyver az ölés módja, akkor a kit szakítja meg. A kit szakítja meg, a szövegkörnyezetben a kiírtotta a helyes, ha a fegyverrel ölte meg a sárkánygyíkot. Ó, tehát akkor ez nem ilyen egyszerű, mint ahogy azt én gondoltam. Nem baj az, hogyha jön a többi bandita, mert több bandita, több loot. Basszus, már lejött rólam a shield. Amúgy mi történt a fákjással, hogy így nem látom sehol? Hát ezt nem gondoltam Hanumanoid. Na, szóval, hogy Hanumanoid, de akkor jól mondtam. Ó, akkor itt lesz. Need to use the eye. Ja. Tehát akkor ez ennyi. Hát én meg összekevertem a csodalámpással.
Nagyobb mutagén transmutátor. És egy energiakristály. Meg egy feljegyzés. Rózsaszín páncélfesték. És azt a kisebb feljegyzést nem tudjuk elolvasni. Ja, csak azért nem vagy feljegyzés. Azt akkor jó lesz megtalálni. Az a neve, hogy feljegyzés. Nem dobta föl, hogy elolvashassam. És ez most zavar. Valószínűleg amúgy a... mod miatt, mert hogy már volt olyan itemünk, aminek az a neve, hogy feljegyzés. El se lehet olvasni? Jó. Akkor mindegy. Született gyilkos, Garkin tanulmány. A Garkint gyakran kisebb, alacsonyabb rendű vámpírként írják le. Ez félrevezethető lehet, mert valójában rendkívül veszélyes és fondorlatos lény, amit embernek nincs esélye legyőzni, még túl erő esetén sem. A Garkain, bocsánat, nagyon fejlett szaglással rendelkezik. Ha a szagot fogott, akkor az áldozatának befellegzett. Különösen szereti a fiatal legények és lányok ízét, de biztosan nem hagy ki egy gyermeket sem. Innen az általános hit, hogy a szüzek a vámpír kedvencei. Van azért a dologban egy szemernyi igazság, viszont nem szüzesség a fontos, hanem a vér szennyezettsége. Minél fiatalabb és egészségesebb az áldozat, a Garkinnak annál ízletesebb a csemege. Jó, akkor most mehetünk. Moró naplója. Megerősítették, hogy Jerome megérkezett, és Usare erődjében tartózkodik. Úgy felajzott a várakozás, hogy a munkát is félbe kellett hagynom. Muszáj megnyugodnom, hogy újra végig gondoljam a tervemet. Egy nappal később. Teljesen váratlanul érkezett, röviddel alkonyat után. Nagyon megváltozott. Sovány, inas és teli van hegekkel. Dühös volt persze, amiért hazugságokkal ide csaltam, de mi más tehettem volna. Egy napon, ha majd ő is apa lesz, megérti mi fűt. Portán kitottam és a laboratóriumba vittem Jeromot. Ezzel kimerítettem az aktiváló kristályt, de szerencsére van egy tartalék. Adtam a fiúnak egy kis gondolkodási időt, mert nagyon megkönnyíteni a dolgomat, ha segítene. Addig is előkészítettem a berendezést. Van egy olyan érzésem, hogy ki kell cserélnem az asztal előregedett bőrszíjait. Asszus, és ott volt egy könyv, amit nem olvastunk. Nem baj, talán az még olvasatlannak minősül. Több könyvet se olvastunk el. De ezt miért nem tudjuk elolvasni? Hát, ez egy jó kérdés, hogy ez a moró milyen moró. Na, találtunk egy könyvet. Gólem, avagy az ember leghűbb szolgája. Bár a legtöbben másképp gondolják, az első gólemet nem valamely hatalmas mágus vagy tündebölcs, hanem egy egyszerű maribori törp, egy Bonaventura Sesto nevű vályogvető hozta létre.
a sorsfordító eseményre egy évszázaddal ezelőtt, amely másfajúak maribori üldöztetésének legsötétebb óráján került sor. A tündéket és a törpeket azzal vádolták, hogy járványt hurcoltak a városba. Később kiderült, hogy az igazi vétkes Mateo az aranykúnár fogadó kocsmárosának mindenese volt. Ez a Mateo egyszerre volt pincér és latrina húcoló. Kezet havonta egyszer mosott, és akkor se túl alaposan. A többi, ahogy mondani, szokás. Ahogy mondani szokás, már történelem. A másfajak üldöztetése az általuk vitt boltok kifosztásával, gyújtogatással és alkalmi verésekkel kezdődött. Ám egy-kettőre véres pogromba torkollott. Mivel a várőrség a kis ujját sem mozdította a védelmükben, az emberek három napon és éjszakán elgyilkolták a tündéket és törpöket. Több mint 300-at öltek meg, köztük a fent említett Bonaventura Sesto egész családját. A bánattól és a bosszúvágytól félőrült Bonaventura 10 méter magas humanoidot formált agyagból. Belevéste az áldozatok nevét, majd a változatos törpátokkal dekorálta. Miután végzett, átvágta a saját torkát, mikor vére a gigantikus alakra freccsent, az megelevenedett és elindult a város felé. Bonaventura bosszúja beteljesült. Teremménye fél ezer emberrel, köztük polgármesterrel és összes tanácsosával végzett, mielőtt a várőrségnek ballisztával sikerült kilőnie. A konklávé által lefolytatott vizsgálat kiderítette, hogy Bonaventura fel nem ismert mágikus tehetséggel bírt. Miután sosem részesült olyan képzésben, amivel erőteljes érzelmeit kordába tartatta volna, szunnyadó hatalma halálakor megébredt és új varázslatot hozott létre. Ez utóbbi a szagadatlan fejlesztésnek köszönhetően immár életáldozat nélkül is működik. A gólemek pedig laboratóriumok, könyvtárak és paloták sokaságát őrzik szerte a világon. Ennél jobb kombináció már csak a latrina pucoló és a sebész lehetett volna. Miközben még szakács is egyszerre. Na, az best? Jó, amúgy csak kettő új volt, mert lehet, hogy vettünk még fel könyvet, viszont az már nem számít újnak. Oké. Okay. Most pedig aktiválom a portált, és meglátom, hová visz. Na, csumi gólem! A tanulással töltött magányos évek okán minden mágus különc kissé. Az évek múlásával a laikusok kezdenek egyre elviselhetetlenné válni. Harsányak, megbízhatatlanok, engedetlenek és képtelenek a mágus munkáját értékén kezelni. Az érzelmek uralják őket a fegyelem és az önmérséklet helyett. Nem csoda, hogy a mágus nézőpontjából ideális társ csak olyan mesterséges konstrukció lehet, melyet saját elvárásaihoz igazodva ő maga alkot meg. Moró professzor sem volt kivétel e szabály alól. Góleme engedelme szolgája és hűtársa volt, könnyű és nehéz időkben egyaránt. Őrként is megállt a helyét, masszív volt, megkerülhetetlen és ördögien erős. Mindent összevetve kemény dió a Witcher számára, csak nem a mi számunkra. Hol vagyunk közben, azt nézzük már meg. Ó. Hoppá. Mennyi festék van amúgy itt? Nagymesteri griff nadrág. Griff ezüst kard. Diagram. Jerome made a note. Jegyzetek a tervrajz a fonákján.
A bénító varázs hatása elmúlt, de a portál zárva van, tehát még mindig fogoly vagyok. Kár, hogy a holmim javát uszár erődjében hagytam. A felszerelésem nélkül esélyem sincs a kiutásra. Itt fogok meghalni, azt hiszem. Elvitted a kardjaimat, elvittél mindent, amit fegyverként használhatnék. Ezt a levelet is a Tervajsz fonnákjára kell írnom. De mielőtt meghalok, hadd mondjak valamit. Őrült vagy. Mindig is az voltál. Kegyetlen, hidegvérű gyilkos. Régóta nem érzek irántad semmit. Semmit a gyűlöleten kívül. Végeztem veled, és remélem, egy napon megfizetsz gaztetteidért. Jerome Moreau fia volt, de jó tudni a teljes történetet. Komor tűnt el, de én az ábrákért jöttem. Valahol itt kell lenniük. Hát igen. Tehát gyakorlatilag az, hogy Moreau rá akarta venni valamire a fiát, ezért bezáratta ide. A fia pedig Witcher volt. Ügyesen összevonták a klasszikus irodalom lövrabbi gólemének történetét és a tifuszi Marcsi történelmi eseménysort. Marcsi nem sebész volt, de szakács, akit a fertőzés miatt eltiltás után még egy kórház is alkalmazott szakácsként, sokak halálával. És ugye a tifusz ürülékkel, vizelettel utazik, szóval a sebész, aki felvette... Ez jó. És próbálom ezt itt megérteni, hogy itt most ezt hogy kéne értelmezni. Szerintetek itt mit nem veszek észre? Ugye itt használni kéne az Eye of Nahalit, viszont... Legalábbis az a jel az azt mutatja. Igen, ez egy illúzió. Revelio. Amúgy köszi ezt az infót. A kérdés az, hogy az ott egy barlangbejárat. Az ott egy barlangbejárat. Hát akkor ezek szerint ide tudtunk volna jön. Mert hogy ez itt már, ezt itt már nem tudom még egyszer elnyomni. Az Eye of Nahalit. Úgyhogy vissza kell ide jöjjek, csak a másik oldalról, ha tudunk persze. Nem tudom, hogy tudunk-e természetesen. De mindjárt megnézem amúgy, mit ír itt az internet. Azt mondták, hogy meg fognak támadni a szörnyek, hogyha még nem voltam ott, de hát nem is tudtam átmenni. Szóval ez valószínűleg bug volt, srácok. Mert hogy ott ki kellett volna, hogy engedjen a játék. Megöltük a tűzgyújtót.
Várj, mert ezek 48-as enemik. És én 41-es vagyok. Úgy biznesz, mint Lebi Yoda sarúja. Megmondtam, ezt most megmondtam. Ez jó menet volt, srácok. Hát ez valahogy várató volt, hogy tele leszünk. Mindenkinél volt hagyma? A vámpírok miatt. Mert ők szűzeknek érezték magukat. Azért, hogy hordták a hagymát. Szia, ellenség! Gyere! Cic! Fiúk, roham, mutassuk meg neki! Szevaszra, szóval végre Witcher? Hát tegnap előtt is Witcher volt. Vagy te már tegnap is Witchert szerettél volna, mi rakszom? Nem mindig érek ide, de ha igen, akkor nem Witcher van. Ja, érdemes nézni a menetrendet, és akkor tudod, hogy mikor lesz Witcher. Az sokat segít. Általában hétfő reggel vagy vasárnap este kerül ki a menetrend. Wow. Hát igen, ez ilyen Raxon. Nem lehet mindig, mindenkor csak a streamet nézni. Ez ilyen. Ez bizony ilyen. Itt világított ez a fenébe, igen, Geralt. Szóval ezt nem szabadott volna, hogy meggyújtsák a banditák. Vannak vagy hányan. Igen, most én hívtam az erősítést, konkrétan igen. Gyertek, csak gyertek. Hozhatod a csapatod!
Köszi szépen az ingyenes XP-ket, köszi, köszi! Na gizsgudja, gizsgudja, gizsgudja! Ez a build elég OP? Hát és most a még OP-bb build-re hajtunk. A nagymesteri griff páncélra. Na. Jaj, még mindig vannak. Mert ugye hívtam erősítést. Kitéplek gyökerestől! Na gyere! Gyere, Bandi! Ta! Nem tudom, mit lehet csinálni fönn, de mindjárt kiderítjük. Vannak még? Várjál, ő valami főnök? Nem, csak ilyen különleges sapkája van. Palack és viasz. Zsebhok is, azt mondja. Így van, a nagymesteri griff páncél még tovább erősíti ezt a buildet. Tehát nagyobb lesz az a range például. Az a lila cucc, az még nagyobb lesz. De mondom már is pontosan. Miután állóképességet használsz jelidézéshez standard módban, a következő varázsolt jel 3 másodpercen belül szintén standard módban fog történni állóképesség felhasználása nélkül. De ilyet amúgy nem nagyon szoktunk csinálni. Tehát standard irdent nem nyomunk, de hogyha nyomunk is, akkor is ez nagyon jó lesz, mert nem használ állóképességet. Az irdent csapdák mérete 40%-kal megnő, amíg egy irdent csapda területén vagy az állóképesség regeneráció megnő 5 per másodperc mértékben, a jel intenzitása pedig 100%-kal, a sebzés pedig 20%-kal csökken, mármint hogy rám. Tehát egy sokkal, de sokkal erősebb irdalom lesz. Én ezt csináltam. Szerintem még tavaly csináltam. Ilyen boss ellen kellett harcolnom. De menő! És amúgy ez a boss fight, ez kemény volt. Hát már nem az. Na várjál, az ott még robban is? Hát ez szarügy. Négy újjó haverom, ez szarügy. Kísérletes bőrbe kötött napló. Filibert von Wittan vagyok, címerem a varjó, atyám a nevezetes sápadképű Sir Gruber von Wittan.
Ma olyan sérelemért, amit csak vérrel lehet lemosni. Pukol tűzként tombol bennem a harag. Azért kezdtem írni, hogy lángját valamelyest elcsitítsam. Mire megvénülök és e sorokat olvasom, egy bizonyos Maximus Nonius Macrinus rég nem lesz az élők sorában. De sovány vigasz, mert egyelőre még él. Hogy miért írok erről? Pár napja pár bajra hívtam. Halálig. Szemet vetett az én Lucienemre, amit nem tűrhettem tovább. Jobb kartforgatónak bizonyult nálam, de ez volt a legrosszabb. Egy kis új elvesztése semmiség a becsületemben esett folthoz képest. Maximus legyőzött, de ahelyett, hogy megölt volna, megkímélte az életemet. Sose fogom elfelejteni azt, ahogy az emberek elfordultak tőlem, és sose lelek békét, míg meg nem fizetek neki érte. Megtalálta a naplót, amit pár éve kaptam apántól. Sok minden történt. Fehér páncélfesteket, rohadt sok páncélfestéket kapunk, srácok. Mutagén transmutátor. Hoppá, ezt nem akartam. Jó, még itt átnézzük ezt a részt, és megyünk le. Jézus, mennyi mindent lehet lootolni. Hogy áll az inventory? 325 per 230. Gyáva katonák, akik nem tudták megoldani egyedül. Pacsi, tesó, pacsi. Jó. Hogy húzzák ott a hullákat. Igen, ez egy kicsit meg... Feldúltad főhadiszállásukat és megölted a vezérüket, ezzel minden be... Nekem te nem. Játék. Nekem te nem. Hát mindjárt kiklippelem, hogy mi van itt. Nem szeretem, amikor egy játék azt gondolja, hogy... elveheti onnan a magyarázatot a képernyőről. Ezzel minden befolyásukat elvesztették a régióban. Erős kezű vezér nélkül a környező táborok brigantiai hamar elszélednek, a kóborlovagok és a szörnyek elvégzik a többit. Köszi szépen, Twitch clip funkció. Jó. Zsír. És akkor van egy küldink, ami kincsvadászat volt. Az elvileg most már kész van. Ott van. A Witcher neve Jerome volt, a kontraktus pedig, amit az orra alá dugtak, csak egy üregy volt az oda csalogatására. Jerome apja ugyanis vissza akarta kapni a fiát, aki gyerekfejjel lehagyta el az otthonát, hogy a szörnyvadászok útjára lépjen. A gond ott kezdődött, hogy Jerome megvetette az apját, aki állítólagos jó szándéka ellenére kegyetlen eszerősnek bizonyult. A találkozás egyikük számára se végződött szerencsésen, Geráltnak pedig, aki a részletek tisztázása révén megszerezte a Griff iskola nagymesteri páncélzatához szükséges tervrajzokat, jobb meggyőződés ellenére az a szállóige ötlött az eszébe, hogy a pokolba vezető út jó szándékkal van kikövezve. És
Csak azt nem tudom, hogy mi volt a szándék. Tehát, hogy mi volt Morónak a szándéka. Tehát, hogy bezárja a fiát, igen, és aztán mi lesz? Aztán mi lesz, srácok? Long live Duchessa Anna Henrietta. Witcher uram, van egy perced számomra? Már megyek is. Na ezt nevezem hősnek, megölte négy újú Filibertet, és még csak bele sem izzadt. Most honored Witcher, the slaughter of Filbert Fourfingers von Witten. Quite the feat. You've my respect and gratitude forever and always. Hónapokon átlabolt a romok között a hanzájával, akit élve fogtak el. Hamarosan már bánta, hogy nem csatába vágták le. Sikerült összeszedni jó sok embert. A világ hulladékát, banditákat és korcsokat. Úgy vonzotta magához őket, mint lószar a legyeket. Örülök, hogy mindegy szálig végeztél velük. Hálás vagyok, és mostantól elrengedményt kapsz nálam. Hát akkor... Menég jól felszerelt banditák voltak. Igen, a patkányok szép kis fészket rendeztek be. Néhány magányos lovag megpróbálkozott velük, de kicsorbult a pengéjük azokon a romokon. Nem lep meg, Von Witten erőddé változtatta a romokat, az alsó udvaron egy balisztával. Az a szerkezet valószínűleg azért volt ott, hogy elijesszék vele a szárnyas csíkokat. Rengeteg él belőlük a dombvidéken. Én tudom, miért tette, de nem árulom el, mert ki fog majd derülni hamarosan. Ó, okés. Mutasd, mit van. Mind if I have a glance? Itt Tuszánon nagyon sokan rokonok, ez biztos azért van. Hanumanoid. 10 000 pénze van az iparos páncélkovácsnak? Srácok. Már is elpasszoljuk itt a motyót. Hűha, innen aztán jön a pénz. Hát igen, ez itt most loot time, gyakorlatilag. Ahogy látom, 4000-et már el is vettünk tőle. Én úgy látom, hogy nagyon megy fel az a szám. Már 8000-et eladtunk nála? Szia, tessék. Nagyszerű, nagyszerű. Konkrétan maradt 767 pénze. Ez a kis kaland, ez a... Hát, majdnem 3 óra viser, ez 10 000 gold volt. Ez komoly. Most már... Már földön futó lett, igen. Csak el kell adni a cuccokat, és akkor jó lesz minden, srácok. Na, el kell jutnunk egy kérdőjelhez. Csak mert nem akarom félbehagyni ezt a történetet. Azt hiszem, amúgy ahhoz a kérdőjelhez kell eljutnunk. Ja, akciósan. Én úgy akarok akciósan tőle venni valamit, hogy az ingyen legyen. Na, jön Keszeg is most már. Gyere, gyere, Keszeg. Keszegító. That's it, Roach. Ha most visszavennéd ugyanazt, lenne vagy 100 000. Ja. Ja. Run, Roach.
a banditánk tábora. Köszi szépen amúgy Litalkán a 200-ast egyébként. Lehet nem mondtam, de akartam. Szeretek mindenféle hülyeséget felvenni. Azt néztem, hogy ki tudom-e kapcsolni ezt a tüzet. Ó, az árdal kilát, tök jó. Malac bőre írt napló. Filibert elküldött, hogy hozzuk el az ellátmányt a Bazene farmról. A fiúk javában a táborban, javával a táborban maradtam. Mint általában is elküldtem néhányukat, hogy alkudjanak meg az intézővel. Hubert Durett okos fickó, korábban soha nem csinált bajt, amikor ellátmányért jöttünk, szóval úgy tűnt könnyű feladat vár ránk. Nem olyan, mint repülőszörnyekre vadászni, vagy lesben várni egy karavára az út mentén. Nikolaj és Pablo Gaffe nem tért vissza. Valami bűzlik itt, és nem a kapcám az. Átveszem a vezetést és elviszem a csapatot, hogy kiderítsük, mi folyik itt. Ha azok a parasztok a Bazene tanyán csináltak valamit az embereimmel, az egész helyet porig égetem. A tanyát porig romboltuk, de Pablónak vagy Nikolajnak nyoma sincs. Csak két bugrist találtunk. Visszaviszem őket a táborba kihallgatásra. Mindkettő ordít, mint az eszelős, és folyamatosan valami vérfarkasról motyognak. A ketrencben ülnek egy kicsit a hűvösön, attól talán beszédesebbek lesznek. És hol a retkes francban vannak az embereim? Ez egy küldetés? Azt hittem, hogy küldetést kapunk. Ez egy rohadt nagy láda volt, igen, én is azt néztem. Levettem a fél fülemről itt a fülesre, azt hittem, hogy van valami hang, vagy valami ilyesmi, a kalácska nagyon furán nézett rám. Szörnyfészek van alattunk. Aha, és ott a bejárat! Megmutattam még egyszer, mindjárt kiklippelem neked, Ben, az jó. Ne, és meg kell őket ölni megint! A pénzem legalább megvan? Jó, ez megvan. Hát most újra lootolnunk kell. Let's go. Na, keszeg. Hol nyomja a paci? Ja, amúgy sűrűbben kéne nyomni az F-t-ön. Vagy felrakni azt a módot, amitől gyorsabban lehet menteni.
Így a duások gombkiosztás az nyárilag benne van a Witcher 3-ban. Aha. Bár én nem duásokkal játszom, hanem DualSense Zelda. A kérdésedre válaszolva egyébként, igen. Hát ugye a PSS layout, szóval. Benne van. Benne van a Steam-es verzióba. Köszönöm. Nem jó. Jó, most ezt letesszük. Jó, letettük. Ja, hát főleg amúgy indie játékokba kerülve a PSS layout. Na, azt ott segítünk rajta. Ja, nem így akartam. De ezzel most nyilván nem a Witcher-t akarom méltatni, hanem tényleg alapvetően indie játékokba kerül be a PSS layout. Úgyhogy én is örülök neki. Kivéve egyébként, hogyha a Sony játékairól van szó, mert a Sony játékok azok, hát azok ugye alapból kapnak PSS gombkiosztást. Jobban szeretem valahogy a DualSense, mint az Xbox Controller-t, mégis a legtöbbször módot kell keresnem a gombkiosztást, most például az Elden Ringhez. Uh-huh. Én ezt úgy oldottam meg, hogy az én kontrolleremet általában tavaly még legalábbis a DualShock 4-emmel játszottam, a V2-essel, és azt úgy állítottam be a DS4 Windows alkalmazásba, amilyen külön ilyen applikáció, hogy Xboxosnak ismerje fel, a PSS kontroller eszközt meg rejtse is el teljesen, és így csak egy kontrollert érzékelnek a játékok, az emulált Xboxosat. Csak hát azóta változott az idő, és változott a situ. Elkezdtem a DualSense kontrollert használni, mint fő kontrollerem. És vezetékesen semmiféle, tehát hogy programok nélkül, mert hogy így működik a DualSense vezetékkel úgy, mint hogyha a PSN használnám, adaptív trigger, haptikus feedback, minden. És nagyon élvezem. Mármint játékok, amelyek ezt támogatják egyébként. Jaj! Fléder! Az elhunytat durván megcsonkították, az orrából csak alvadékkal teli üreg maradt. Az egyik szemgödrét szárazra szívták, az állkapcsát letépték. Mindennek láttán Dovates rázsamester sugárban hányt, ami kincstári repülősó alkalmazását tette szükségessé. A helyszíni szemlét berekesztettük, majd lejelentettük, hogy a tettes véletlen természetfeletti személy. A tuszáni hercegi gárda jelentéséből. A Fléder besorolására nézve alacsony rendű vámpír.
bár mágikusa és egyéb adottságait tekintve is gyengébb a többi vérszívó fajnál, alábecsülni nem tanácsos, mivel igen-igen veszedelmes így is. A Flédert minden rokon teremtménytől megkülönböztetik széles fogakkal teli szája, ocsmány lapos arca és teljesen szőrtelen gyakorta kelésekkel borított teste. Ezek a vámpírok elsősorban fogaikkal és karmaikkal küzdenek. Az esetek többségében jóval azután is, hogy prédájukból elszállt az élet. Bármely Fléder könnyedén elbánik egy harcedzett katonával, más alacsony rendű vérszívókkal ellentétben a Fléderben pislákol valamiféle értelem. Az esztelen düh rá a bizonyíték, mellyel a kiszolgáltatottabb teremtmények ellenállását letörni igyekszik. És ezzel még itt nincs vége. Az expedíció az Amnel hegyre sikeres volt, de alig várom, hogy ellátogassak Tuszánba. Ez a föld a barlangászok mennyországa. A Gurgon dombok és a Daru hegy lejtői olyan helyek, ahol több tucat kutatási helyszínt is találhatunk. A vulkanikus közvetből kivált végtelen barlangok hónapokig ellátnak majd kutatási anyaggal. Hihetetlen, egyetlen tanulmányozásra alkalmas helyet sem találok. Egyszerű ügy kellene, hogy legyen a... Halácska, hagyjál béken? A tufa általában lakatlan, de ezek a barlangok mind tele vannak szörnyekkel, vagy megvásárolták a profithajház borkereskedők, akik minden barlangot a szörnyű hordóikkal akarnak telepakolni. Fenébe is. Találnom kell valami kísérőt, egy helyi vezetőférét, aki mutat nekem néhány teljesen üres barlangot. Egy bizonyos Luc Vuennique, akivel Sebastianban találkoztam, egy mesés barlang ígéretével csábított ide. Nem fogod megbánni, gerekmester, amelyikben nincs se mohó borkereskedő, se bármiféle szörnyek. Holnap elindulunk a Blessur erdőben. De előbb még meghívtam a vezetőnket vacsorára a madárházban. Elvégre több napot töltünk majd együtt, és szeretném jobban megismerni. Mint kiderült, Luke elég válogatós úriember. A főszakács borjú szeretet szolgált fel fokhagymásmártásban, és geszennesze bablevest. Luke azonban palacsintát és vörösbort kért, a fokhagymával szembeni veleszületett ellenszemre hivatkozva. Nem nyúlt az ezüst evőeszközökhöz, amit valamiféle allergiával magyarázott, inkább a saját fából készült étkészletét használta. A furcsaságok ellenére elég érdekes társaságnak bizonyult, és késő éjszakáig beszélgettünk egy üveg, pontosabban több üveg bor fölött. Valami azt sugja, hamarosan sokat beszélnek majd a Vottigerek, Luc Vuennique párosról a barlangászok világában. Tehát gyakorlatilag egy vámpír ide csábította. Szevasz, Juli! Üdv mindenkinek! Ja, a Karácska itt huncutkodott. Elkezdte csapkodni a könyökömet. Szerintem... Szerintem itt lehetett volna átmenni, csak nekem itt bugolt be. Ja, igen. Ez nem tudom, hogy miért nem nyílt ki. És akkor innen lehetett volna leugrani, és akkor harcolni. De hogy mi az a jel, hogy itt enemy van fölöttem, ezt nem vágom. Van az a jó kis Renfield játék. Mondjuk a Renfieldet még nem is láttam.
Viszlát. Gyere, keszek, húzzunk innen, ez eléggé horrorisztikus. Ja, azt hiszem amúgy kapott frissítés a Renfield, igen, igen. Próbálom egyébként csak a szükséges dolgokat csinálni, hogy mi hamarabb visszatérhessünk a főküldetéshez, hogy azzal haladjunk főleg, és ne itt már az elején elkalandozzunk mindenfelé. De hát látjátok, ez nem olyan könnyű. Mert a cél az az, hogy minél hamarabb meglegyen a nagymesteri páncél. És ahhoz bizony még van egy küldetés legalább, amit meg kell csináljunk. Ott, arra, keszeg. Akkor nem. Ezek hogy lehetsz ilyen szerencsétlen? Édes Istenem. Uninstall játék. Szia, panka. Na. A kelepcék nagymesterem. You have returned. Oké, ez lesz az. Csak mert hogy az angol neve ennek a küldetésnek Master. És nekünk meg a kelepcék nagymestere. Erenden, köszi szépen a 46 hónap támogatásodat. Köszi szépen. Bepótolom még itt a Berfegornak szent szövegeket, illetve neked is. Mizus Erenden. Egy páncélkovácsmestert felkutatni olyan, mint tűt keresni a szénakazalban. Különösen ez áll azokra, akik képesek a megfelelő tervrajzok alapján elkészíteni egy nagymesteri páncélzat darabjait. Geráltnak már a birtokába volt egy ilyen értékes tervrajz. Witcherünk belátta, hogy legfőbb ideje nekiállnia a keresésnek. Megvagy? Te csapatod a Diablo-t? Bakker. Hát ez szerintem nem lett annyira átgondolva. Úgy próbálok menni, hogy valahonnan innen a kőbányától délre, és ne a teljes városon át, mert... Nem tudom, mire vállalkozom. Szóval csak úgy oda megyünk, és próbálom szemem csukva tartani, hogy minél kevesebb dolgot lássak meg a világból. Faster. Nagyon heves lett a muzsika. De már vége. Persze. Üdv mindenkinek, srácok. Köszi a követéseiteket is közben.
Ha minden jól megy, és a tervem szerint alakul, akkor... srácok, annyit csinálunk, hogy legyártatjuk a nagymesteri páncélt, és ennyi, az az utolsó dolog a mostani streamben, utána a szünet, és majd folytatjuk. Jó, itt balra. Van valami kikötő, elhagyott település. Felvonó híd. Az a szarvas vagy őzike majdnem elütött engem. Az a tehén is. Nagyon a kamikázében vannak itt az állatok. Mutasd, mit tudsz. Ez mi? Jézus! Ja! Szúr csohó! Hát igen, még meghalunk. Csumi! Azt hittem, mindjárt végzünk ezzel a szörnyfészekkel, azt mindjárt meghalunk inkább. Na, még egy medve is itt van. Szóval, itt az volt, hogy letettem az érdent, az érdent pedig megvéd mindenfajta lövedéktől. A köpéstől úgy néz ki, hogy nem védett meg minket. Jó tudni. De jól néz ki. Madve. A medve. Metina kapu. Így a legrövidebb az út ide. Prepare to witness wonders at the annual chivalric tourney. Surfing as patron this year, Lady Vivienne de Tabriz. Valiant knights from all corners of the world will vie for the title of Lazar Lafargue műhelye. But certain to run out quickly. Ladies, gentlemen. Ja, megmutassam nektek a különbséget. Cheap, reliable purchase today. Na. Valahogy így. Greetings. Egy Witcher a farkas iskolájából, itt Tuszánban. Légy üdvözölve, Lázár vagyok. Livia Geralt, elég lelkesnek tűnsz. Munkád van számomra.
De mennyire, ha bár nem szörnyvadászat, de biztos vagyok benne, hogy akkor is érdekelni fog a dolog. Tudod, páncélkovács vagyok, és már évek óta kutatok a kiemelkedő minőségű nagymesteri szintű Witcher páncélok ábrái után. Hallottam már róluk, de egyet se láttam eddig. Azt hittem elvesztek. Nem egészen. Némi szerencsével kiderítettem, hogy a tulajdonosaik Tucsonba jöttek. Bár később meghaltak. De nem tudom, hogy hol. Csak kellene egy partner, akivel megszerezhetem őket. Ha tudod, merre keresd, miért nem szerzed meg őket magad? Nevet sértesne, de úgy nézek én ki, mint egy kemény kötésű kalandor. Meresleg ki foglalkozna a vevőkkel, ha én a kutatásukra indulnék? Nem, inkább olyas valakire bíznám, aki jártas az e-féle ügyekben. Hozz el nekem az ábrákat, és azokból elkészítem neked, amelyiket csak szeretnéd. Ja, mit kamuzott Geralt, hogy ő nem találkozott ilyennel? Hogyan kerültek ezek az ábrák Tucsonba? Tucson valaha Tensai, a néhány legendás tinde páncélkovács otthona volt. A világ minden szegletéből jöttek hozzá a Witcherek, hogy vértett páncélt készítsen nekik. Hallottam róla, azt beszélik, ő volt a legjobb. És ezért persze fejedelmi díjazásért dolgozott. A Witcherek elvállalták a nehéz, veszélyes munkákat, csak hogy összeszedjék rá a pénzt. Néhányan bal szerencsések voltak, és a náluk levő ábrák ott maradtak földi maradványaik mellett. Értem, ha megtalálom őket, megtalálom az ábrákat is, de honnan tudjam, hol keresem a maradványokat. Az helyzet, hogy a mesterséget Jensen mellett tanulta ki, úgyhogy az eltűnt Witcherek történetét első kézből hallottam. Tensai, amit elmondott, hát az aztán tarította el attól, hogy magam induljak az ábrák keresésére. Alkut kell kötnünk, én elmondok mindent, amit tudok, cserébe, ha megtalálod az ábrákat, engedd, hogy másolatot készítsek róluk. Hogyan lett belőled egy tünde inasa? This elven master, how'd he end up taking a human for an apprentice? My father. Az apám páncélkovács volt. Serdülőként neki segítettem, aztán elkezdtem a saját munkáimat készíteni. Ilyen szármester meglátta a műveimet, és felajánlotta, hogy legyek inas mellettem. Csak most évekkel később értettem meg, hogy ez mekkora megtiszteltetés volt. Fájdalom, a mesterem később egy tömegmérszállásba lelte a halálát. És ugyan megtanított mindenre, amit tudott. Nem sikerült teljesítenem a cél elvárásait a nagymesteri szinthez az ő életében. Tudom, hogy nincs párom a szakmában, de amíg el nem készítek egy nagymesteri minőségű Witcher páncélt, addig nem lehetek biztos benne, hogy felértem tanítomhoz. Mondd el, hol keresem az ábrákat. 5 szomorú véget ért Witcherről tudok, mindegyik más iskolából. Farkas, griff, macska, medve és mantikor. Melyikkel kezdjem? Értem. Mesélj a griffről. Úgy 200 évvel ezelőtt jött, de a mesterem jól emlékezett rám. Ez a Witcher nem vesztette el az érzelmeit, ahogy a többiek. Elvállalt egy megbízást az Usar erődben, és jobb felszerelése volt szüksége. Megmutattam a mesteremnek az ábráit, fizettem némi előleget, és soha többé nem láttuk. Úgy tűnt, egy ilyen kidovagolt az erődből, és nem tért vissza többé. Bármi elképzelés, hogy hova mehetett? Nem, de azt mesélték, sebtében indult, szóval lehet, hogy valamit hátrahagyott. Usar erődje már csak rom, de talán átkutathatod. Hogy témát váltsuk. Már találtam valamit.
Csodás, csinálok róla másolatot, ez nagyon jó, ezzel végre kiérdemlem a nagymesteri címet. Köszönöm, Witcher. A kenep cég a nagymesterem. Farewell. Good luck on the path. 500 korona. Geralt nem győzte áldani szerencséjét, mikor ilyen kivételesen tehetséges páncélkovácsra bukkant, aki nem riadt vissza a kívásoktól. Lafarouge volt a neve, egy valódi tündekovács keze alatt tanulta ki a mesterség fortéjait. Nem csak a szükséges képességet ne volt a birtokában, ismerte a Witcher iskolák páncéljainak elkészítéséhez szükséges tervajzok némelyikének feltalálási helyét is. Geralt alkut kötött a kovácssal, ő felkutatja a tervrajzokat, Lafarouge pedig használja őket, hogy elkészítse a Witcher páncélzatok darabjait. Tudnotok kell, hogy e kovács élete álma a létező legtökéletesebb Witcher páncélzat elkészítése volt. Lafarouge ezen a módon kívánta teljesíteni céha utolsó elvárását, hogy attól fogva hivatalosan is a nagy mesterek közé sorolják. Geraltnak csak meg kellett keresni a hiányzó tervrajzokat. Számos gyötrelem és megpróbáltatás árán Geraltnak sikerült összeszedni egy Witcher iskola összes tervrajzát, melyek lehetővé tették a fegyverkovás számára, hogy elkészítsen egy teljes nagymesteri páncélöltözetet. Lafarouge se látott, se hallott örömében. Végre munkához láthatott, hogy valóra váltsa álmát, egy pillanatig se volt kétséges, olyan pazar Witcher páncélt alkot majd, amire néhai mestere is büszke lehet. Greetings. I hope your search goes well. Ez szerintem nem fog menni. Ez szerintem nem fog menni. Most így elsőnek. Na nézzük. Nagymesteri elfeledett farkas, vagy griff csizma. Az impegrált sárkánygyíkbőr miatt, de mindjárt megnézzük, hogy tudunk-e olyat csinálni, illetve finomított dimetrium lemezt is nézünk. Sárkánygyíkbőr, finomított dimetrium lemez. Sav. Kell nekünk sav. De legalább impregnált sárkánygyíkbört tudok csinálni. Hogyan szerzünk savat, srácok? Tehát finomított dimetrium érc kell. Nem tudok venni. Akkor írná, hogy van nála egy darab, de itt nem írja. Sav majd farmolható a nagy 100 lábbalkból. Keresd meg azt a csókát, aki rókázott a vámpír áldozata látán, adj neki egy vödröt és tegyél elé sztéket. Azt nézem, hogy
A kikimorák lebontásával lehetne amúgy savunk. Jó, hát akkor ez most egy ideig el fog tartani. Elvileg, tehát hogy én szerintem öltünk kikimorát. Szörnyek amúgy lentebb vannak, úgyhogy ezt szerintem kár is nézni. Szörnyek. Na, itt valahol. Méreg kivonat. De az nem sav. És neki sav kell. Az helyzet már elvesztem. Tehát vízi banyafog. Jó, az amúgy nem is az. Szörnyvé... Jaj, ne! Isten, nyomta egy barát. Csav. De az amúgy ugyanúgy néz ki, nem? Arakász méreg. Két méreg kivonat. Ezt nézzük meg. Lehet, hogy csak rosszul van a fordítás, nem? Nem, de most már tudunk vásárolni? Jó, hát akkor veszünk. Tehát a méreg kivonat az nem sav. Na várjál, akkor ez a finomított dimetrium érc. Enriched dimetrium ore. Az a durva, hogy itt a wikin azt írják, hogy ehhez, srácok, ehhez acid extract kell. Ennek meg sav kell. Tehát ez most már két külön item ezek szerint. Tehát a méreg kivonat az nem egyenlő a savval, ezt most nem értem. Azért nem engedte eddig, mert ugye nem néztünk még bele az inventoriába a kovácsnak. Mi a különbség a méreg kivonat és a sav között? Ez hülyeség. Ez hatalmas baromság. Szerintem itt valamit megváltoztattak, srácok. A sava Blood and Wine-nal jött be, és elfelejtették frissíteni a wikit. Ez fura. Én is a Grandmaster Armor-oknál néztem utána, hogy hol lehet farmolni. Lehet, hogy még tovább kéne bontanunk? Na várjatok, amúgy ezt megnézem.
De szerintem itt már nem fogjuk látni a méreg kivonatot, mint szétszedhető. Ja, tehát, hogy ott van méreg kivonat, de azt már így nem tudjuk tovább szedni. Az acid savat is jelent, nem? A sav kínolat, vagy mi az az acid extract? Hát igen. Igen. Jó, ezt amúgy annyira nem értem. Azt írják, hogy nem lehet szétszedni az itemeket, hogy lehessen méreg kivonatod, mármint hogy lehessen savad. Csak venni tudod a Grandmastertől. Nem találkozott valaki még ezzel a problémával? És azt írják, hogy náluk is ugyanez van, csak megvenni lehet. Tehát ez egy ismert hiba. Több mint fél éves ismert hiba, és még mindig bent van a játékban. Hát ez elég szomorú. Na azt írják egyébként, hogy jó pár játékos futott ebbe a problémába, ahol nem lehet szétszedni az acid extractot. Igen. Ebben az esetben az arkespor tendrilt kell szétszedni. Tehát az arkespor tendrilt kell szétszedni, hogy legyen savad. De a méreg kivonatot, azaz a venom extractot nem lehet szétszedni. Jó, hát most megvesszük, tehát hogy oké, tehát hogy nem probléma. Nem probléma, csak hát ez szívás így. Akkor megvesszük az összeset. Jó. És gyártunk egy ilyet. Kettőt kell gyártani. Megjavítod, Connor? Hát nagyon rendes tőled. És akkor... Ja, hát persze. Ugye kiderül, hogy ebből is kettő kell. Mennyibe kerül? 2000, persze. És mennyibe kerül, ha izét veszünk? 492. Mit nem is jót nézünk amúgy. Savat nem tudok venni. 1001 darab. Uh-huh. Biztos, biztos. És akkor melvért. Édes Istenem. Hát jó. Tehát egy darab ilyen cucc 4573. Az impregnált sárkánygyíkbőr szerencsére olcsóbb,
de a finomított dimetrium lemezhez savat kell szereznünk, savat meg nem tudunk szerezni, mert hogy nincs olyan itemünk, oké, okay, amit szét lehetne szedni. Jó. Ja, és amúgy mennyi kell? Tehát, hogy egy, tehát az kettő igazából, kettő, mindjárt kimatekoljuk itt a dolgokat, ahhoz csak dimetrium rút kell, tehát a kesztyű már lehetett volna, shit. Akkor lehet, hogy inkább a finomított dimetrium rútba számoljuk? Jó, akkor az legyen öt. Öt. Hét. Kilenc. Tizenegy. És 13. Szóval 13 finomított dimetrium rút kell, az annyi, mint hogy 26.000 pénz, hogyha ezt most így megvenném mindet, de hát nyilván nem lehet megvenni mindet, mert nem lehet annyit venni tőle. Tehát a probléma az itt is egyébként fennáll. Tehát csak 5-öt lehet venni a 13-ból. És abból amúgy már nem is kell annyi. Tehát amúgy már csak 9 kéne. Uh-huh. Ja, akkor átváltásokat csinálunk. Tehát 18 sav kellene nekünk. Édes Istenem. Kell nekünk, de hogyha levonjuk azt, hogy 5-öt veszünk, akkor is még kell 8 sav. Sav vagy sav kivonat. Igazából a méreg kivonat az a Venom Extract, és nekünk Acid Extract kell, tehát ez valójában sav kivonat, az meg méreg kivonat. Csak furák itt a szavak. Jól van. Farewell. Good luck on the path. Egy kicsit belebonyolódtam itt. A lényeg, srácok. Tudunk rá költeni. Meg tudjuk venni ezeket a dolgokat. Hogyha persze akarom. De nem tudok mindent cserélni egyszerre. Én pedig mindent szeretnék cserélni egyszerre. Nem úgy, hogy darabosan. Úgyhogy kell még nekünk a játékban sav. Amit nagy valószínűséggel innen fogunk tudni szerezni a Blood and Wine-os területről. Így most egyelőre itt ér véget a kalandunk. Itt a nagymester kovácsnál. Készen állva arra, hogy megvannak az ábrák, a nagymesteri griff ábrák. Már csak az alapanyag kéne, és mehetnénk az új cuccba, az új ütős buildünkbe. Hát az a helyzet egyébként, hogy haladtunk. 1, 2, 3, 4, 5 küldetést csináltunk meg ez alatt a 3 és fél óra alatt. Hát a nagy része az arról szólt, hogy hajtottuk az ábrát, és menet közben érdekességeket, ilyen kérdőjeleket csináltunk, érdekes küldetéseket.
Legközelebb folytatjuk tovább a főküldetéssel, illetve az azt körülvevő melléküldetésekkel és kérdőjelekkel, hogyha majd lesz a Tuszán szörnyetege című küldetés lesz a kövi. És ahogy látom, ezután a küldi után a bor csatákat, a borharcos küldiket kell majd csinálnom. Azok pedig már megvannak egyébként, szóval elvileg így van, elvileg könnyű dolgunk lesz. 1, 2, 3, 4, 5 ilyen küldetés van, ami ilyen borháborús. És még van 2 küldetés, mielőtt még majd tovább tudunk menni a Tuszán szörnyetege küldetést követő főküldivel. 79%-on állunk egyébként. Így áll jelenleg a teljes játék, hogyha valakit ezek a számok is érdekelnek. Hát remélem, hogy tetszett nektek, srácok. Innen folytatjuk legközelebb.